Tehát a bed, mert a bedroom az az ágyszoba, ugye? Az a hálószoba. A bathroom az meg a fürdőszoba. Na, hogyha átmegyünk egy másik állomás dimenzióba, akkor ott teljesen más lesz. Igen. Igen. Ezért érdekes átnézni, hogy ott mi van. Tehát át lehet nézni. Én néha itt azért, tehát a harmadik szemeddel látod a 4D-t. És időnként látod az aurát vele, meg ilyen érdekességeket, és tényleg az nagyon érdekes. Szerencsére nem mindig, és nincs mindig ilyen áttalás, mert belebolondulnál. Ezekkel van tele a diliház, hallja hangokat, tudod, és akkor jön a Szurival a doktorbácsi, és akkor mindjárt nem hallja hangokat. Mert hogy én nagyon érdekes, akkor kezdtem ez iránt érdeklődni, megmondom őszintén, amikor a diliházban dolgoztam. De aztán mondták is, hogy én diliházban voltam, mondom, színigaz. Csak nálam volt a kulcs. Nagy különbség, tudod? De az árt osztályon voltam. Az is igaz, de nálam volt a kulcs. Terjesztettek róla milyeneket, mert én mondtam, hogy voltam a diliházban. Aha! Már értették is. Hát mondom, jó van. Csak hogy én ott röntgenes voltam, és csak bejáratos voltam a kulcsommal, meg kijáratos is. Tehát nem csak bementem, hanem ki is mentem. Mert kulcsom is volt hozzá. És egyszer egy filozófussal, együtt voltunk egy előadáson, a feleségem rólam beszélt, így ültem előtte, azt meg sem ismert. Ez egy ilyen nagy arcú filozófus volt, aztán kérdezte tőle a feleségem, hogy ismeri? Persze, hogyne, régóta, igen. És akkor, mert hogy itt ül magával szembe, és én vele, mert hogy én egy alkoholista hülye vagyok. És akkor csak mondta, hát én már mit 20 éve vagyok a felesége, én még nem tapasztaltam, hogy alkoholista lenne, de milyen érdekes. Nem azt jelenti, hogy soha nem ittam egy pohár bort, ez egy hülyeség. Na jó, de hát, hogyha egy hónapban megiszol egy másfél deci vörösbort, azért már nehogy alkoholista legyél. Tehát ez már az abszinenciája, ilyen dilinyó. Ez már egy ilyen dilinyó, mert ez is egy ugyanolyan végletes dilinyó, hogy már attól kezdve, hogy mitől rágyújtott egy cigarettára, vagy mitől benyomtál egyszer egy drogot, attól kezdve drogos vagy, te nem vagy drogos. Csak kipróbáltad, de aztán szerencsére visszatáncoltál, ilyen van, persze. De hogy ki sem próbáltad, azt már hanyázol rá, meg mondod a magadét, hát jó. Aki kipróbálta, már tudja, hogy miért jó, vagy miért nem jó. Én bagoztam, vagy 40 éven keresztül bagoztam. Igen, igen. És büdös volt a pofám, a ruhám, a mit tudom én, és bagoztam. De nem volt ez jó ötlet. Aztán végén már az aszmában majd veledög lettem. Aztán leszoktam róla már, vagy 15 éve, 16 éve, mennyive? Hát jó régen, 2000-ben valami, ugye? 2000 környékén volt. Igen. Hát most már 17 éve. Leszoktam, már bementem, mert az aszmával akkor benn voltam a tüdőgondozóba is. Akkor felírtak nekem ilyen gyógyszert, és még kajakra rá is gyógyítottam magam, nagyon kajakra rágyógyítottam, mert dolgom volt, és kellett csinálni is. Rágyógyítottam, visszamentem, fújtam egy olyat az aszma fújkálóba, hogy ott rohangáltak föl alá az eredménye, hogy írt még ilyet, nem láttak ilyen gyógyulást. Mert hogy egy hónap alatt nyomtalanul minden elmúlt. Hát persze, mert nyomtam ezeket a szarpipákat is, meg aztán nyomtam a gyógyítást is, meggyógyultam tőle, áll a jó Istenem. Nem én gyógyítottam meg magam, hanem a főnök gyógyított meg, mert tudta, hogy még dolgom van, ő adta, úgyhogy tudta, hogy mennyit adott, nem keveset. Mert az tudod, az kevésnek tűnik, de csak nézd egyszer meg, aztán próbáld utána csinálni. Ennyi. És amikor kiderül, hogy nem bírod utána csinálni, az azért van, mert te nem csináltad még ezt a cseréptetőt, mert azt én csináltam. Mennyezetet én csináltam, már a gyerekek festették, nézd meg, milyen szép. Ezt kézzel festve csinálták a gyerekek. Szép, ugye? Egy ilyen arabeszket találtunk a fiammal az interneten, és elmentünk ide a praktikerbe, vettem hozzá kétféle festéket, szándékosan egy matta, meg egy fényeset, és megfestették az egészet kézzel. Ilyen lukacsos izét csináltam, egy ilyen filmet, és akkor szénporral rá nyomtuk a sablont, aztán átrajzoltuk az egészet, aztán kifestettük festékkel, szóval volt vele munka, egy két hétig festették a fiatalok, de hát ez egy csomó nézetméter. És megcsinálták szép. Ha a barda keretet is megcsinálták volna, majdnem még egyszer annyi lett volna, képzeld el. Az az érdekes.
Tehát annyi van ő a területe, ki a fene gondolná. És... Igen, mert a külső kerületében van. Igen, mert a szekrény fölött is van még ez a barna, meg mit tudom én, tehát úgy van megcsinálva. Szekrényt is mit csináltuk, még nem jó. Jó, ugye? Én mit csináltuk? Nem én vágtam ki, ez ilyen Indonéziából, vagy mit tudom, onnan való ilyen, ilyen paraván, és akkor azt átalakítottam ilyen szekrényajtónak, ilyen, ilyen. A deszkákat a praktikerbe vettem, megcsináltuk. És jó van. Ilyen zöld, mint amilyen alul van, meg ott föl a szekrényen, olyannal akartam itt megcsinálni itt is, csak olyan baromi drágán adták, állati drágán adták, kétszer annyiért, mint ahogy ezt a paravánt vettem. És ez sokkal szebb, mint az, az apáca rács, ez sokkal szebb. És akkor, hát mondom, jó van, akkor megvettük ezt, és akkor le van festve, nem az eredetivel, ilyen barna volt, ilyen faszínű volt, ilyen sötét barna, barátságtalan volt, hát megcsáltam ilyen színesen. Először ilyen méregzöldszerű volt, mert rossz volt a festék színe, szóval nagyon nem tetszett, mert nagyon bánatos színe volt, azt megint átfestettem. Azt jó lett. Úgyhogy kézzel festettük, de jó lett. És jó ránézni. Ha ilyen szekrény nincs még egy a világon, az biztos. Hogy az, hogy másnak tetszik, vagy nem tetszik, az már magán, ugye én érzem jól magam, de te is jól érzed magad benne, így van? Vagy a sárkányom, ugye? Sárkányom, a pszichológusunk elmenekült, amikor ezt a sárkányomat csináltam, hogy én szerződtem az ördöggel, mondom, te bolond vagy. Milyen? Miért szerződtem volna? Vartam rongyból egy sárkányt. Miért szerződtem volna ezért egy ördöggel? Mert hogy én a György vagyok, a sárkány ülő György, ugye? És akkor csináltam egy sárkányt ide, dekorációnak, mert akkor volt a hunok. Akkor indult a hunok mozgalom, és akkor mi vagyunk a hunok, mert mi hunok vagyunk, ez nem is lehet kétséges. Mert még nem régen a, vagy szkiták is voltunk, mert még Mátyásnak úgy írta pápa, hogy Rex Scitorum. A Verbőci is úgy. Még a Verbőci is úgy írta, bocsánatot kérem. Igen, az azt jelenti, hogy a szkiták királya, Rex Scitorum. Bocsánatot kérek. Amíg azok azt mondták, akkor ez a Lükebóka akadémikus, akit most össze-vissza hadovál, mert gyűlöli a magyarokat, akkor az az erősebb. Hát anyádnak mondjad, az kész. Hát jó, jó, hogy nem rántotta vagyok, vagy hottentotta, mert ő úgy gondolta. Mert én gyűlölöm a idegeneket, meg gyűlölöm a... Én nem gyűlölök senkit, ez egy hülyeség. De a pirézek bejönnének, jöttek ezekkel a rehetetlen avas hülye dumákkal. Jó van, hagyjatok már a francba. UFO-król is lehet kérdezni? Abszolút. Akkor hát kérdezem meg, hogy ezek az UFO-k mit akartanak megtudni ezektől a földről elvitt emberektől? Mi volt a céljuk? Kinek? Már az előbb beszéltünk róla. Ebben a sorrendben. Mert valakit kajának vittek el. Akik visszajöttek. Nem kajáni, kajának. Értem, tehát ő a felsár. Comb, lapocka, felsár. Hús, éltető, hús, comb, lapocka, felsár. Tudod, mint a Dökkesejük dala. Tehát elvitték őket, egy csomó embert elvitték. A másik részét rabszolgának viszik el. Rabszolgának, úgy mondom. Viszik kapálni a földre a rabszolgának, vagy a ültetvényre, de másik bolygón. És egy részét elviszik, de nem rabszolgának, hanem elviszik egy másik bolygóra, hogy azt benépesítsék. Ez még a legjobb eset. Hát lehet, hogy két nap van az égen, mint a vízbe, amikor az öreg kitántorog a haverjával a kocsmából, fölnéz az égre. Te Pista, figyelj! Hány hold van az égen? Kettő. Hülye vagy három? Nem kettő, hülye vagy három. Jön szembe a Józsi bácsi. Józsi bácsi, figyelj, az még részegebb. Józsi bácsi, figyelj, Józsi bácsi, hány hold van az ég, melyik sorban? Ez is ugyanolyan. Ez ugyanolyan. És akiknek csak a lelkét viszi el. De hát csak a lelkét viszi. A lelkét általában elviszik, de akkor a teste, ha fél év, vagy fél óránál, óránál tovább elviszik a lelkét. Ha nincs fenntartó lélek, mert olyan is van, hogy fenntartó lélek, a fenntartó lélek, akkor azt csak tanítani viszik el. Tehát azért viszik el, elviszik egy 5-6 órára, vagy napokra is akár, akkor van egy fenntartó lélek. Hát ezeket olyanokat szoktak elvinni, ilyen magányos farkas, akire 3 napig senki nem nyitja rá az ajtót, az ott alszik az ágyában, a fenntartó lélek fenntartja, azt annyi. És akkor visszahozzák, lehet, hogy bepisált közben egy kicsit, vagy hát az nem számít, majd kimossa magát, és visszahozzák, de akkor már a fejében sokkal több van.
a Bőmét így vitték el, akit mutogattam itt Bőmek könyvet, az ott írja, a saját maga írja le, hogy 7 nap, 7 éjjel tömték a fejembe a tudást. Hát én ebből egy büdös rohadt szót nem értettem, de aztán leírta az egészet. Vagyis, hogy csak magnó volt, CD, amire fölvették a tudást, aztán lejátszották a CD-ről. Hát vissza, gép, írd le, géped le, hát írd le. És akkor leírta, aztán ki is nyomtatták, megjelent, vagy 7 ilyen vastag könyve, vagy 9, tehát ilyen nagy vastag könyv. Nekem most már jó pár megvan, egy csomó németül, de magyarul is van belőle. Megjelentek belőle a magyarul, nem túl sok talán. Ez a szemelvény, amit mutattam meg, aztán még vagy 2 könyv. De nagyon érdekes könyvek, nagyon érdekesek. Mert az a tudás könyve, az a Biblia eleje. Ami a Bőme, az a Biblia eleje. Csak egy kódolt szövegbe. Abszolút egyszeres kódolású szöveg. És a főnök rájött, hogy én rájöttem, és akkor kérdezgettem tőle, megvan a Bőme könyvemet, kinyitod, akkor ott van a részecskénél, a feléig eljutottam a részecskének, aztán nem bírtam tovább cérnával, mert vagy 125 lépésbe kell megfejteni, és már elfáradtam bele, kész. Mert nagyon sok dolgom volt akkor, tehát dolgot fizikailag is építkeztünk, mit tudom én, tehát nem bírtam szellemileg is, meg fizikailag is a kettőt egyszerre. Lehet, hogy visszatérünk rá, egy tanszék kéne hozzá legalább 40-50 tanulóval, akik lelkesen akarják ezt megfejteni. Mert amikor megfejtjük, na az nagyon nagy dolog. Az nagyon nagy dolog. Na jó, de 9000 oldal, hát én azt egyedül hogy fejtsem meg? Ugye, én nem tudok a jó németül sem. Hát valamennyit értek belőle, de csak valamennyit. De az már biztos, hogy a fordító ne szépelegjen. Ne kezdjen el választékosan fordítani, mert ez egy kódszöveg. Tehát ha valahol savanyúságot írtak, akkor időnként ne írjon savanyúságot, meg fanyarságot, meg mit tudsz, ne kezdjen el szépelegni, akkor elrontja. Mert ez egy kódszöveg, mint a Biblia. A Biblia kódjában le van írva az emberiség élete, a Földön élő emberek élete. Le van írva a Bibliában, a Mózes 5 könyvében. Benne van a te életed név szerint. Hogy mi leszel, mit tudom én, asztalos leszel, 2 gyereked lesz és 2 feleséged. Vagy mit tudom, szóval nem ennél részletesebben, de ott van benne, hogy te mi leszel az életedben. És az leszel. Vagy asztalos leszel, utána lakatos. Tehát az is benne lesz, hogy hát 2 szakmád is lesz, mert utána nem tetszik az asztalos munka, mert az apád akarta, de te elmész lakatosnak, mert az nagyon tetszik. Tessék, parancsolj! A kiugránkkal nem térnem idővel, akkor közben ugye az egész módszerály azért működik, ahogy a dimenzió források változnak. Na most ugye mindig abba a nem térnem időbe kellene bemaradnunk, abba az ütembe, ugye? Akkor tudunk kiugrani az univerzumot. Ez így van. Abba a pillanatban, ha ki tudunk ugrani az univerzumot, akkor az az ütem, ami ugye vezérelve van a dimenzió források, hát amit igen. Most nem akarok bele, akkor az állandóan folyik. Közben még mi ott kín vagyunk. Igen. Na most így lehet, ez az egész ugye hihetetlen bonyolult is. Igen. És így lehetne talán úgy beleugrani időbe meg térbe bárhova. Úgy van. Úgy van. És bele is ugrani. Én el voltam 25 évig földön kívül, és egy nappal előbb visszahoztak, mint ahogy elmentem. Van időutazás. Érted? Van időutazás, mert azt mondták, hogy nem lesz semmi baj, és tényleg nem lett semmi baj. Mert ugye itt maradt akkor 2 gyerek, meg az asszony, ezek nem dolgozott, szóval ha nincs pénz, ezek éjjelnek kész, vége, még tanuló gyerekek voltak. Na de hát azért egy kaland, tehát az, hogy elmehetsz és elmehetsz földön, elmehetsz még a naprendszerből is olyan űrutazásra, hát ha ne hülyeskedjél már, egy életem, egy halálom. Hát azért gondold már végig, hogy elmehetsz egy ilyen őrületes nagy kalandra, akkor már hogy ne mennél már el? Ja, és akkor azt mondják, hogy nem lesz semmi baj. Nem nagyon hittem el, de nem lett semmi baj, mert hogy egy nappal előbb visszahoztak, mint hogy elvittek, de már nem tudtam őket itt megnézni, mert már nem jöttek másnap. De a kaja az egy nappal előbbi kaja volt. Tehát kelkáposzta főzelék volt, nem paprikás csirke nokedlivel. Érted? Tehát
egy nappal előbbi volt a kaja, megint bejelentették a tévét, amire én kimentem, amikor a földön kívüliekkel találkoztam, visszafele megnéztem, hogy ott vannak-e, és nem voltak ott. Tehát megváltozott az idő. Ez az érdekes. Tehát nem is itt raktak le, hanem ott raktak le, a büdös francbarra nyugat felé raktak le az erdő egy tisztáson, egy eléggé kis tisztáson, vaksötét volt, de vaksötét. Úgyhogy tényleg infraszememmel néztem már meg mindennel. Volt még a zseblámpám a táskámban ott volt, na jó, de eltelt 25 év. Jó elem volt, mert amikor bekapcsoltam, akkor még ilyen vörösen izzott az izzószál a zseblámpámban, de ahogy, hogy én láttam az izzószálat, de azzal már fény nem lehetett csinálni. Úgyhogy a nagy bajban voltam, ez a szerszámtáskám volt, és akkor kiértem aztán, azt se tudtam, hogy a Földön vagyok-e, azt se tudtam, mert törölve jössz vissza. Törölve. Nem emlékszel semmire. Törölve. Az azt jelenti, hogy törölve. Nem tudsz semmit semmiről. Hogy kerültem ide, azt se tudom. Csak itt van nálam a szerszámtáskám, de ez az én szerszámtáskám, azt tudtam, hogy ez az én szerszámtáskám, és még megvan a szerszámtáska. Tehát az járt mindenfelé a világon. Na, és mi volt a lényeg, hogy letettek ott a francba az erdőbe, ott Nagykovács csinál a büdös francba, és akkor egyszer csak láttam, hogy jön a busz. Há, mondom, budapesti busz, gyerekek, Ikarusz itt jön! Tudod, hogy milyen nagy öröm volt? Hát Ausztráliában is lerakhattak volna, de útlevél nem volt nálam, ugye? Hogy jövök haza? Tök máshol, de másik bolygón is lehettem volna akár, és jönnek az ősállatok, az sötét erdőben. Hát mit tudtam én, hogy hol raknak? Az oroszlánok. Hát nem tudtam, hogy hol raktak le. Nem vagyok én egy beszari gyerek, de hát azért egy ilyen ősállat jön, egy ilyen toronymagas ősállat jön, és leharapja a fejedet. Az nem annyira jó kaland, az már nem annyira jó kaland. Az egésznek mi értelme van, hogy te törölve? Hát én 20 évig tanultam, vagy 5 évig tanultam, és talán 20 évig tanítottam ott egy egyetemen, és lélekprogramozást tanítottam. Mondjak még valamit? Én tudom, hogy hol van az a nem user terület, ahová úgy be lehet írni, hogy a beszarnak se tudják kitörölni. Hát szóval én azt pontosan tudtam, hogy hová kell írni, és milyen időkulcsokkal kell kinyitni, mert ott még láttam a jövőmet. És hogy milyen időkulcsokkal kell kinyitni, milyen történés fogja kinyitni, és kinyitottam. Ezt tudom elmesélni utána. Nem a kaland, az nem érdekes, hanem az az érdekes, hogy elhoztam a téridő szerkezetét, meg ezeket, ami senkinek itt nincs meg, össze-vissza adva. De ez így nem jó, hogy senkinek, csak nagyon keveseknek van. Meg inkább így mondanám, ez a becsülés. Mert már vannak a Földnek térugrásos űrhajói, tehát már el tudnak, még a galaxist is el tudja adni. Nemhogy naprendszert, még a galaxist is el tudják hagyni. Tehát ez már a földieknek vannak ilyen űrhajói. Na jó, hát azt nem virítják itt. Tehát ilyen fegyverei, fölemföldi fegyverei is vannak. Most megjelennek az interneten időnként erről már filmek. Csak jobban kell figyelni. Megjelennek ilyen érdekes, hogy egy UFO áll valamilyen objektum fölött, egyszer csak bím, baromi nagy detonáció, szétmegy az egész, és akkor szépen távozik. Azt annyi volt. És rengeteg ilyen felvétel, már vagy 10-15-öt láttam ilyet, ami mindig ugyanaz. Hát igen, mert ezek ilyen földi űrhajók már, akik lerendeznek ilyen gócokat, amit ők szét akarnak lőni, azt lerendezik. Úgyhogy egyesével kilövöldözi az összes embert, így, de a tetőn keresztül kilövi az összes bent lévő, akárki ott van, azokat kilövi, aztán az egészet is megcélozza azért utána, valami lőszerládát, vagy valamit, az dél az egész szépnek. De így működik. Van olyan felvétel, nincs is vele semmi, csak egy ilyen robot űrhajó, oda megy egy ilyen sínen álló vagonhoz, nem láttátok azt a filmet? Egy ilyen semmilyen sín ott áll, nincs ott semmi a közelben, nincs vonat, hanem csak egy ilyen üres, vagy nem üres vagon, egy vagon. Annak így lebontja az oldalát körbe, így kidőlt belőle a szar, aztán közé lő. Az egész szétnek. Tehát valami lőszerszállító vagon volt, aztán szétlőtte. Aztán megy tovább. Tehát ilyen őrjárat, aki felfedezte, hogy itt viszik a lőszert, akkor ne legyen lőszer, fölrobbantja kész. És akkor nincs lőszer. Nagyon sok ilyen felvétel van. Aztán fut a Pali a telefonjával, lehet látni, hogy
marhára beszartam, amikor felrobbant az egész, akkor lehet látni a végén a filmnek, hogy fut a Pali a telefonjával nagyot, meg van rémülve. Ugye, mert egy UFO-t lát, akkor még csak filmez, egy UFO, izé, amikor látja, hogy a vagon bím, nagy detonációval szétrobban, akkor aztán futni kezd. Mert előtte kellett volna futni, nem akkor, de hát ő akkor kezd futni. Na, mit akartunk? Valamit még akartunk, amit meg akartunk mutatni, vagy nézni, vagy mit akartunk? Az egy hiperteres téridőről mutattam egy képet, de nem az igazán jó. Van jobb is. Ha végignézed az ablak sorozatot, akkor abban van. Van egy hiperteres, két hiperteres téridőről. Szépen levezetgetve sorba. Az ablak sorozatot. Ismered? Igen. Az ablak sorozat, hogy 56 vagy mennyi részből áll most. Mit? Egy hiperteres. Az is van benne, egy hiperteres. Ilyen föl le cikázik benne egy ilyen vonal. Nincs benne az a piramisos. De benne van. De kettő is van benne. Persze. Nézd meg csak, ott van. Újra megnézed. Elmenti mellette. De most már, hát ugye most már, hogy beszélünk, én rá tudom irányítani a figyelmedet, aztán nézeges vég az ablak sorozatot. Ha nem olvasod vég, csak vég gördíted, megnézed, melyikben van, látod a képekről, azt ott elolvasod, ami érdekel erről. Igen. De most három hiperteres téridőben élünk, ezt tudni kell. Vagy két hiperteres téridőben, bocsánat. De három teres téridőben. Mind a három tér tulajdonképpen teljesen ugyanaz. És ugyanaz a öt darab térforrás kelti a három teret, mint az egyet. Tehát az a nagyon érdekes. Csak fejleszteni kellett, amikor megtámadták az univerzumot egy másik univerzumból, és olyan fegyverekkel, olyan dolgokkal, hogy sehogy se tudták megvédeni az univerzumot, akkor átalakították a téridőt az Isten, és akkor az összes űrhajójuknak ment a lecsóba. Tessék, parancsolj! Igen, hogy itt van a következő dimenzió is. Az anyukám most 94 éves, és 71-2 éves volt, amikor a szomszéd települése, vagyis kiskumbására elment a hudával. Valamiket vásároltak, busszal bementek, aztán még majd délután jönnek vissza busszal, és mesélte az anyuka, hogy mentek az utcán, és egyszer csak ott ilyen földszintes házak vannak, egyébként emeletes házban a kiskumbásán, és egyszer csak óriási házak lettek körülöttek, minden több ismeretlen volt, valami egészen fantasztikus építmények voltak, és beszélt a hugához, és nem lehet elmondani, nem lehet a hugához szólni, hogy hol van, hogy most nem tudja, hogy hol van. És egyszerűen azt mondja, hogy olyan csodálatos dolgokat látott, és közben két tudatállapotban volt, tehát tudta, hogy ott lenne kiskumbásával, járdával, hugával meg, és próbálta föntartani azt a látszatot, hogy ő itt is van, de ő teljesen más látott, és ez még elég sokáig tartott. Neki el kellett volna menni más irányba elintézni dolgot, de nem mert elmenni, mert nem tudta, hogy hol jár, csak ismeretre egyrevegyük épületek, és akkor a hugából kimett a piacra, azért a piacra, hogy... Azt már legalább ismeri, és még megvolt a piac. A piac még megvolt, de... és akkor úgy hirtelen visszakerült ebbe a dimenzióba. Meg kell mondani, hogy az anyukám többször látott gömbvilágot, amit az Egeli még egyszer sem látott. Igen. Pedig azt kutatta a gömbvilágot az Egeli Gyuri, de az nem látott még gömbvilágot. Az anyósom kettőt is látott. Nem tudtam, hogy nem látott. Nem, ő nem látott, csak kutatta. Nagyon jó tette, hogy kutatta. De ez annyira érdekes volt, hogy hova került az anyukám. És azt érezte, hogy pici, és minden óriási. 4D. Akkor tudta, 4D. Hogy a ha azt érzed, hogy pici vagy, akkor az 4D. És ha azt érzed, hogy óriás vagy. Olyan is van. Te voltál Hófehérke, mi? Egyszer elvitték a földön kívüliek, és azt mondták neki, hogy ez itt a rokonságot, de ilyen kis mélynövésűek voltak. És azok ott szaladgáltak körülötte, ezek a rokonai, ezek a kis manók.
Hát ilyen. Én mutattam én ezt a 4D-t, amikor a kápolnába mentünk meditálni. Azok, akik a régen ismerik a meditációs kazettám, azok megcsinálták ezt a meditációt, hogy kívülről egy ilyen kis kápolnácska volt, és belülről igen, egy bazi nagy katedrális. De baromi nagy katedrális, úgyhogy fent a felhők mentek át, szóval olyan nagy. És lent meg egy kis kápolnácska volt. Kívülről egy kis kápolnácska, így van. Ja, és szintén az anyukámmal történt, hogy meséli, önnek, mit tudom én, ilyen 8-7-8 évek volt, hogy nagy, hogy este volt, és akkor kiment ilyen kertes házhoz, és a ház, és azt látta, hogy nagy fék van fönt a padláson. Ja. Hát ott nincs is vélem. Mi ez a fék? És nézegettem, hát csak megnézem, mit a fék a padláson. Fölment, és az egész padláson nagy fényben volt, de nem látta, hogy honnan jön a fény. Az a 4D. Mert mindenből jön a fény. A gerendából, vagy a padlóból, vagy a földből, vagy mindenből jön a fény. 4D-s meditációnál milyen gyönyörű, ugye? Átvittem. Átvittek megmutatni nektek, hogy milyen a 4D, mert elmondani nem lehet. De milyen szép kint a teremburán kívül. A teremburán kívül is. De nem meditált, és a valóságban fölment, és mondom, és picsinált. Hát láttam a néztem, hogy mit történik, nem történik, lejöttem a padlásra. Az öreg kadúr elmegy a kismacskával, én betanítsa, hogy megtanítsa, hogy milyennek kell férfinek lenni, és akkor ide, és akkor megcsúsztak a te bádogtetőd, és dur kapaszkodnak a szélén, mert a nagy izét előadta a kandúr, hogy milyen nagy dugás lesz, meg milyen nagy izé le, előadta a nagy drámát. És hát lógnak a szélén azt, hogy a kis kandúr, na, én dugok még egy kicsit, azt haza megyek. Szóval ez pontosan ugyanolyan, hogy mama fölment a padlásra, nagy fény volt, nem tudom, hogy mitől van, de lement, az kész. Hát még megvolt, ez most már megvolt a nagy fény. Úgyhogy persze, a mamának a házát azt többször átrendezték, a bizonyára a földön kívüliek ott mindenféle védőrendszert beépítettek, hogy nehogy megtámadják a mamát. És hát ez ilyen kivételezés, na, de mit csináljunk? És akkor ott a falból is hallottak zörgéseket, ugye? Az is milyen, a papával együtt. Őrült dübörgéseket, mindeneket hallottak a falból. Bentről a falból. Mint a falba járkáltak volna, és mindenki. Ilyen érdekes, mintha úgy mentünk a végig valami a falba, de az egész házban. Aha. Apám az nem volt egy beszélni, de egyszerűen nem lehet kimenni sem, milyen kockat kapat. Úgyhogy hát itt is vannak manók, azért dolgoznak a manók. Meglett az a guriga tartó, gyerekek, egy hétig kerestük a Péterrel azt a guriga tartót. A végén megtaláltuk bedobva hátra a francba, az optikaiba, ahonnan lehoztad most, ott elég nagy kupi van, mert oda mentettünk be sok mindent, és ott be van csak dobálva. És mert a fiatalok fölvitték, ez azt jelenti, hogy bedobálják. Szóval ennyi, hát nem berendezték szépen, hanem bedobáltak mindent, azt leléptek a munkába. Meg volt, mi fölvittük, ez volt a parancs, fölvittük, így működik, és hát persze. És mert hogyha én viszem föl, akkor ott rend van. Hát most már én is lusta vagyok nekiállni, mert olyan nagy a kupi, de neki fogok állni, és gyönyörű rendet csinálok, de majd a fiatalok jönnek, azt megint bedobálják. Tehát ez van, így működik. Aztán amikor ő a saját lakásába, majd egy szöget se lehet arra tenni, mert annyira fog ragaszkodni hülyességekhez, itt nem, hát könnyű más farkával a család verni. Nagyon fontos az, hogy ezeket a modelleket megcsináld, mert ha te magad fizikailag megcsinálod, akkor tudsz csak igazából rájönni. Hogy ez a fénykvantum, ez miért, hogy merészelek ilyet mondani, hogy egy fénykvantum. Ugye már mindjárt ott kezdődik, mert a fénykvantum egy elektromágneses hullám, tudom én. Igen, tudom én, csak egy nagy baj, iszonyú nagy baja van ennek, ugye mi? Hogy szarik az mágnesességre és szarik az elektromos térre. Más baja nincs ennek, csak ez egy őrült nagy probléma, ugye? Mert hogy elvezetett ilyen 1 millió voltos lemezek között, nem fog elkanyarodni, és elvezetett baromi erős mágnesek között, mert most ezek már vannak olyan baromi erős mágnesek, hogy fölrakom neked egy vas lemezre, nem bírod levenni soha többet.
olyan erős mágnes. Nem ilyen credence mágnes, ami tiktak kiílik neked. Olyan erősek vannak, hogy így fölteszed a mennyezetre, mondjuk fém gerendára, ráraksz egy másik ilyen vasdarabot, meg egy fogantyút, azt rákapaszkodt, azt nem jön le. Szóval azért azok már úgy elég erős mágneskék. Na most az a lényeg, hogy azok között elvezetem, az is teljesen hatástalan. A tömege nem. Tehát nagyon fontos hozzátenni, hogy a mágnes tömege az nem. De még a nagy feszültségű lemez tömege sem. Mert ugye ezzel van a probléma, hogy nincs okosan végig gondolva egy csomó minden. Az elektromágneses hullám, akkor fedezték föl ugye a rádióhullámokat, az 1800-as évek végén kezdték ezt nagyon nyomni. Hát ugye hol az oroszok fedezték fel, hol az amerikaiak fedezték föl, hol a mit tudom, ki fedezte föl, mindenki megpróbálná magának kisajátítani. Többen is felfedezték, mert benne van a levegőben. Tehát amikor valaki valamin erősen gondolkodik, akkor kisugározza, mint egy rádióadó, csak ez a rádióadó nem követi a föld görbületét, hanem így átmegy rajta. De ott se lenne. Tudod, ez a rádióadó, ami a fejedben van, ez nem rádióhullámokkal működik, hanem gravitációs hullámokkal. A gondolkodásod is gravitációs hullámokkal működik. Na most ez egy ilyen bolond ellentmondás, mert a gravitációs hullámok ugye mindenen úgy mennek át, mint ott se lenne, és mégis mindennel kölcsönhatásba lépnek. Most ez az ellentmondások ellentmondása. Mert most fedezték fel a gravitációs hullámokat, a büdös francokat fedezték fel most, gyerekek. Tudod, mikor már felfedezték a gravitációs hullámokat? Már a múlt század elején felfedezték. És már az EPR jelenséget a 30-as években felfedezték, 80 éve. És gyerekek, 80-90 éve felfedezett jelenség most kezd újra láthatóvá válni. Hova a francba tűnt 80 évig? Mert azt mondták rá, hogy ilyen nincs. Az Einstein, Podolsky, Rosen azt mondta, csináltak egy kísérletet, ahol a fénykvantumot ketté vágták, és a ketté vágott fénykvantum két darabja, akkor is egy maradt, akárhova elvezették, és akármilyen messzire. Ja, de úgy maradt egy, hogy abban a ezred milliárdod másodpercben változik meg, amikor a másik. Vagyis, hogy nincs közöttük a fénysebességi korlát. Nincs. Azonnal változik a rohadék. Azért nem beszélnek róla, mert az Einsteinisták baromira le vannak ragadva az E egyenlő M-szer C-négyzetnél. Csak hogy az időforrásnak nincs tömege. Ezt ők nem tudják, igaz, hogy az, hogy időforrással sem tudják. Pontosabban hát azért nem mondok igazat egészen. Mindig szóljatok rám, ha nem mondok igazat. Az azért van, ugye, hogy te figyelsz-e. Mert hogy tényleg az van, hogy észreveszed azt, hogy én most össze-vissza hülyeséget beszélek. Az nagyon fontos. Nagyon fontos, mert azt is mondták, hogy én titületet tanulok tulajdonképpen, nem tudok én semmit, hanem ti mindent tudtok, és akkor én meg ellopom mindenkinek a... Voltak ilyenek, de nagyon sokszor voltak. Aztán az a nagyon érdekes, hogy utána fölteszem neki egy régi felvételt, ami 15 évvel ezelőtti felvétel, fölteszem neki, nézd csak, hogy te mikor fedezted föl? Hát egy éve. Jó, akkor fölteszek neki egy 15 éves felvételt, tessék, itt van. Ugyanarról beszélek, nézd csak. Én nem akarom senkinek az ötletét ellopni, hanem mi a lényeg, hogy mi együtt gondolkodjunk. Ha te nem gondolkodol velem, hanem itt ülsz, mint egy ilyen rakás szerencsétlenség, akkor semmit sem ér az egész, nem fogod megérteni a világot. És ez a világ megérthető. És hiába nincs neked 42 érettségid, akkor is meg fogod érteni. Mert én rákényszerítelek, hogy elkezdje gondolkodni, meg sőt, még az a nagyon érdekes, hogy nagyon-nagyon sokan irkálnak nekem, hogy addig nagyon utálta, gyűlölte a matematikát, a fizikát, a kémiát, most azóta meg nagyon érdekli és tanul. Sőt, elkezdtek az egyetemre jelentkezni és tanulni, aki abba hagyta az egyetemet, de én a fiatalokat mindig azért püfölöm, hogy végezd el, minek a rossz a tananyag? Hogy megtanulj tanulni. Nem a tananyag a lényeg benne, hanem az, hogy te nagyon gyorsan, nagyon nagy mennyiségű tananyagot képes legyél befogadni. Mert egyébként fél oldalt se olvasol, azt elalszol. Mert nincs a tanuláshoz hozzászokva az agyat, hanem csak ilyen együgyű hülyeségekre. Jó, hát ott lehet izgulni az izaúráért, vagy mit tudom, miért, szóval lehet izgulni, de gyerekek, ez nem a tanulás. Szóval ez még nagyon messzire van tőle.
És akkor hát ugye ilyen ösztön dolgokra nagyon be vagy indulva, de hát azon túl is kéne kicsit terjedni. És túl kell terjedni, túl fogunk. Tehát ide visszatérve, honnan tudom, hogy a fénykvantum így néz ki? Teles-tele van egyébként ezzel a fénykvantummal, teles-tele van a néprajzunk. Nem én találtam ki a néprajzunk, tele van a néprajzunk, már akkor is megvolt, amikor én még kélyes terv sem voltam. Tehát akkor is már a néprajzban ez benne volt. Mert hogy a nép őriz valamit. Miért így őrzi? Mit őriz egy nép? Tudás. Igen, egy népdalba. Most éppen valaki nagyon tündéri volt, nagyon szépen levezette, hogy hogy van jelen a versben a tudás. Tehát, hogy te elénekled a valamelyik népdalunkat, és eszed ágában nincsen, hogy abban a fénykvantumot énekled el például. A szerencsére a büdös gengsztereknek sincsen semmi tudása erről. Ez nagy szerencse, mert különben kinyírnák, betiltanák, úgy betiltanák, hogy na, komolyan. Egyből elkezd pogányozni, meg elkezd mindenféle simlis dumákat nyomni, és betiltatja azért, hogy te ne énekelhessél, mert ez mit tudom én ebbe, nemileg megsérted a buzikat, vagy miért tudom én, mit csodálja. Szóval valami őrületet talál ki rá, és betiltja, hogy ilyet nem szabad énekelni, mert ez náci-fasiszta meg, mert tudom, hogy csodálja. Semmi nincs benne, de ő beleképzeli rögtön abban a pillanatban, hogy a tudás szikrája megjelenik nálad, mert te csak maradj hülye, majd én eladom nekit, hogy new. Mindenre ráírom, hogy új, angolul, és a sok hülye snob megveszi. Mert ilyen csillagokat raknak, nem, meg izéket, meg szép nőket, és akkor megveszi. Más a szaga. Tessék? Más a szaga. Más a szaga, persze. Illata, bocsánat. Ja, hát már amelyiknek a illata van, mert a párizsinak néha már nincsen illata, mint régen. Ugye emlékszel rá, hogy milyen jó illata van. Ugye? Az az ízt már nem lehet megtalálni. Azt az ízt és a szagot sem lehet már megtalálni, de én még találkoztam vele Horvátországban, és akkor igen, egy ilyen 10-10 évvel ezelőtt voltunk Horvátországban, és akkor ott a boltba vettünk párizsit, és megszagolom. Mondom, na látod, a fiamnak mutattam, na, ilyen a jó párizsi szagod meg. Mert hogy aztán már ilyet nem fogsz enni, mert már itt is meg fogják változtatni, tele nyomják szójával, meg minden szarra, gipszel, mivel. Csak már nem lesz neki semmi párizsi illata, mert hogy annak eredetileg finom illata volt. Na, tehát visszatérünk arra, hogy honnan tudom én, hogy ennek így kell kinézni. A néprajzból is lehet tudni. Ez a nyolcágú csillag a néprajzban. Hát ugye ennek a kockának ugye éppen 8 sarka van. Hát ez, tehát így is lehet gondolkodni rajta. De ez érdekes módon hordoz magában egy sokkal mélyebb dolgot. Méghozzá ezt hordozza magában, ezt az oktaidert. Ez itt van benne a közepébe. Ha ezeket az belső éleit, hogyha összekötöd, akkor egy ilyen ábrát kapsz, ami szintén megvan nekünk. Veszünk róla a háromszögeket, akkor az maradott. Igen. Ne, ezek nem háromszögek, úgy mondanám neked, hanem tetraédere. De nem, most abban mindegy más, szóval ezeket itt levágnánk. Igen. Akkor kapnánk egy oktaédert, mert el van benne rejtve. Miért? Mert a fénykvantumoknak szinkronban kell működnie, fordítva mondtam véletlenül, a téridővel külön nem maradnak meg a téridőbe. Mert minden, ami csak létezik, szinkronban van a téridővel. Ami nincs, az nincs a téridőbe. Az kiesik a téridőből. Ami kiesik a téridőből, az a létezésből is eltűnik, igen, vagy a létezés végén tűnik el. Nem maga a létezés tűnik el, mert a szerencsére nem tűnik el ezzel, de a létezésből az a valami kiesik. Az élő fraktárról levágódik a vége, és annyi kiesik. Na most már persze az élő fraktár sincs meg a mai tudományban még igazán. Megint nem mondok igazat, mert hogy megvan, csak nem így nevezik, nem úgy csoportosítják, stb. De megvan, mert például a gyógyszereket, hogyha ha csinálod, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy milyen vízzel kristályosítod. Mert hogy annak is van élőfraktálú víze, meg nem élőfraktálú víz, hogyha a rosszat használod, akkor abban rengeteg mellékhatás lesz, meg több bajt okoz, mint hasznot hoz. Viszont, hogyha az élőfraktára tartozik a víz, akkor meg nem lesz annyi mellékhatás, sokkal jobb lesz a gyógyszer. Tehát, hogy itt is erről szól a történet. Ez biztos, hogy igaz.
ez biztos, hogy igaz, csak szét kell tudni szeparálni. Ugyanúgy, mint ahogy a deutériumot kezdték kiszeparálni a vízből, a Szegeden kezdtem csinálni mikor 35 évvel ezelőtt. Szegeden csináltam ezt a egy NDK-t centrifugával centrifugáltam ki a vizet, mert nem volt más. Nem ultracentrifugával, hanem csak egy ócska NDK-t centrifugával. Többször átcentrifugáltam, és nagyon jó volt. Ki lehetett centrifugálni belőle a nehéz vizet. A nehéz vizet azért kellett kicentrifugálni, mert rájöttünk, hogy az erősen összefügg a daganatok képződésével. Igen, mert elbomlik a benne lévő deutérium, és hogyha elbomlik, akkor baj van. Akkor baj van. Helyi sugárzást is okoz, meg más bajokat is okoz. Ha leválik onnan, helyére mondjuk egy másmilyen egyvegyértékű pozitív természetű gyök kötődik fel, akkor avval megint baj van. Ugye megint eltértünk a fénykvantumtól, de ez nálunk mindig így volt szokás, ugye, hogy én elkalandozok, de közben mindig elmondok valamiket, amit soha nem mondtam el, csak egy kicsit jobban figyeljen az, aki azt mondogatja, hogy hát én mindig ugyanazt mondom el, csak próbáld egy kicsit jobban visszahallgatni, és akkor kiderül, hogy közben úgy mellékesen elmondtam olyan dolgot, amit 30-40-50 éve kergetnek, és nem tudnak rájönni, hogy hogy működik. Én elmondom úgy mellékesen, úgy viccelődve, de közben ott van benne a megoldás. Mert nem én vagyok a fontos, hanem te. Tudnék, ki kell ebből a gödörből jönni valahol, ahol vagyunk, és a gödörből csak a tudásunkkal jöhetünk ki. Kenik az zsírral a gödör szélét, hogy csusszon, tudod, és onnan innen ezért nehéz kikapaszkodni, tehát mindig valami okosságot kell kitalálni, hogy hogy megyek én onnan ki. Nem is kapaszkodok a gödör szélére, kenjed. Hanem én másképp megyek innen ki, létrával mondjuk. És akkor ki kell találni a létrát hozzá. És én vagyok a létra. Rám léphetsz, letaposhatsz, az nem, én vagyok a létra. Én azért vagyok, hogy te ki tudjál mászni a gödörből. Én már 73 éves vagyok. Most 73 évesen már mi a fenét akarnék én? Majd ide elmegyek, meg oda elmegyek. Én már jártam a világot, és láttam, hogy itt is barnát kakálnak az emberek, meg ott is. Szóval nem, ebből nem csináltam sehol olyan nagy drámát. És ez volt a lényeg. Szép a világ, imádom a világot, szeretek mászkálni, szeretek mindenféléket csinálni. De hát nem ez az élettervem, hogy majd ez lesz, meg az lesz, hanem már csak ez, hogy mi lesz neked, meg mi lesz neked, meg mi lesz neked. Ugye, mert ez a jó életterv, amikor másokért élsz. Mert hogy ma milyen feladatot kell elsősorban megoldani, ez az egyik feladat. Ez mi? Ezt hogy hívják ma? Energia, úgy van. Ezt úgy hívják ma, hogy energia. És minden a fénykvantumokkal van összefüggésben, csak ezt még nem rakták így össze. Tehát az energia, de ebben az energiában benne van ez az energia, ami még fontosabb, mert ez maga a léteztető egyszerre, tehát ez egyszerre energia is, meg léteztető is. Miért mondom, hogy léteztető? Mert téridő. Mert? Mert a téridő. A Szentlélek. A Szentlélek, ez a Szentlélek, igen, ez a téridő, és ez a téridő az, aminek az elágazási rendszerünk, az egydimenziós univerzumunk, száluniverzumot elágazó univerzumon keresztül minden, az utolsó fénykvantum az egész univerzumban kapja az órajelet állandóan. Tik, 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 kap egy léteztető impulzust. Ha azt az impulzust nem kapja meg, akkor pikpakra szét eltűnik a létezésből. Ezért mondtuk az előbb, amit mondtunk. Hogy ez nagyon kell az egésznek a létezéséhez, hiszen az órajeleket ezen keresztül kapja, és információsan is összeköttetésben van az egész rendszer. Ugye azt mondja magyar, hogy mindegy. Mindegy. Hát a mindegy, az azt jelenti, hogy mindenhol ő van csak. Mert hogy az ő az, aki az impulzusokat adja. Na most az a nagyon érdekes, hogy egy elágazó rendszer, és a legfelső elágazások, azok önálló univerzum rendszereket hoznak létre, de ez nem azt jelenti, hogy az egy másik, mert a teremtője ugyanaz. És a teremtőt nem szabad összekeverni az Istennel, mert összekeverik. Mert az Isten is teremt, de az Isten már teremtmény. És nagyon érdekes, a suméroknál ez nyilvánvalóan megvan, képzeld el. Mikor? 3-4 ezer évvel ezelőtt a suméroknál? Tessék csak megnézni, hogy hogy írják le azt, hogy nap.
Hogy írja le a sumér, hogy nap? Ki tudja elmondani? Nap. Nap. Napnak ejti, de hogy írja le? Hogy a, milyen az ékírás rendszere? Pedig már nem egyszer mutattam. Pedig, látod, hogy azért mondom már többször, mert nem, nem marad meg. Szennél is zseni. Na, tehát... Két Isten. Ott van, úgy van, úgy van, azaz kétszer írom le az Isten jelet egymás alá, és akkor, tehát az azt jelenti, hogy leírom egy hal jelet, az a halad szó, és nem pedig a vízben úszó hal, a halad, az leírok két vízszintes jégjelet, jobbra fele menet, és keresztbe az utolsóra, rá, a másodikra ráteszek függőlegesen egyet, ez az Isten. Ha ezt kétszer írom egymás alá, vagyis hogy egyszer aláírom, pontosabban, kétszer írom le, akkor tessék észrevenni, hogy hogy szoktunk kocintani. Isten. Csokollak, de miért? Érted? Mert a nép még mondja, de már nem tudja. Mert az idő vasfoga elszállt fölötte, hogy kellő képzavarral élje. Elfelejti. A papság is elfelejti. Már azt is elfelejti, hogy mit tiltott be, mit nem tiltott be, mit akart, mit nem akart, mi az ellenkezője. Már a papság se tudja. Tehát ha megkérdezel egy főpapot, nem egy ilyen kis plébánost, hanem egy főpapot, aki nagyon ott kell, hogy legyen a történetben, nincs ott. Már nincs ott. Sok ilyennel beszélgettem, nincs ott. Már csak résztöredékek vannak meg neki. A töredékek még megvannak, tudják, hogy ezek fontosak, de hogy miért már azt se tudják. Ez nagyon jó, mert így elfelejtődött az a sok idiotizmus, amiket évezredek alatt betiltottak, mert egyiknek ez volt az útjába, másiknak az volt az útjába, és betiltottak. És akkor azzal, hogy betiltották, elveszik a tudásból, de a néprajzban próbálják átmenteni. Teljesen, de ez, és ott láttam egy órát, és mondta, keresek valamilyen teremtési motivumot, és láttam, hogy 6 színű virágot, és abból egy hiányzott. És mondom neki, hogy de itt van, nézd meg például, itt van a Szentlélek. Mi van ott, nincs ott semmi. Mondom, az egy hiányzik, azt mondja, kitörött. Mondom, ne hülyeskedj, ez ki van faragva, mondom, le van lakkozva, mondom, hogy se lejtettetek oda be, nem érti már. Nem érti már. Nem érti már. És hiába mondom, ez egy özel üzentek neked, hogy ez valamilyen mindenávaló üzenet van ezzel kapcsolatban, hogy ott hiányzik egy szimetria. Miért hiányzik? Igen. Kitörött. Igen. Abban maradt, hogy kitörött. Abban maradt, hogy kitörött, és nem akar ebből kimászni. Nem akar kimászni. Sőt, még harcosan védi a hülyeségét. Szóval nem lehet vele sokra jutni. De az a nagyon érdekes, hogyha utána a haverjától hallja ezt, meg még aki veled biztos nincs összefüggésben, hallja az anyósától, aki egy hülye, aztán hallja tőle, mégse hülye, ajaj, az anyósom, mit tud, én meg nem tudom, jújjújjúj, pedig én nagyon macsó vagyok. Aztán közben nem tudok róla semmit, jaj, de hülye vagyok. És akkor elkezd gondolkodni, akkor kezd el gondolkodni. Már többen, lehet, hogy van egy szám. Ha ma négyen mondják, ma hatan mondják, igen. Az apám mondja, akkor igen, már elkezd így van, mondani, így van. Addig így nem. Addig nem. Addig mindenki hülye, én vagyok az okos. Igen. Na, tehát visszatérünk erre a téridőre. Ugye azt mondtam annak idején több előadásban is, hogy a piramisok térrezonátorok. Hát talán észreveszed ebben a piramist, ugye? A föld itt van. De a piramis lefele is piramis. A föld alatt is még egy nagy piramis van. És vannak ott kamrák minden. Metró mélységben. Mi a rosszabbnek? Metró mélységben. De fáradó, nincs benne. Fölsőben sincs. Tessék? Persze, hogy sincs. Fölső részében sincs. Van ott egy szarkofág, de nincs benne semmi. Mert kilopták a fáraót és megették vacsorára, nem tudom. Szóval persze a fáraók völgyével keresd a fáraót, mert az ott van. Mert hogy, és egyáltalán nem azért építették a piramisokat, hogy a fáraókat eltemessék. Ez egy ökörség. Sok szempontból ökörség. De ez egy ökörség, amit nagyon-nagyon aranyos kis humánok kitaláltak, mert nem tudtak, mi a francnak készült ez a nagy piramis, síremlék, kész, megvan, értjük, és ez mindenki elhitte. Láttam egy filmet, és azt mondták, hogy ez 100 kilométeres sávban van az összes piramis a Földön, mint kerületben. Hát attól délebbre nincsen, attól északabbra nincsen, abban a 100 kilométeres sávban. Abban a 100 kilométeres sávban vannak minden a piramisok. Úgy bizony. Ha beleesik, igen, és ez nem az egyenlítőnél van, hanem a régi egyenlítőnél.
Miután a holddal összeütközött a Föld, és elfordult, igen, ezzel a holddal, ami most itt kering körülöttünk, összeütközött a Föld. Bizonyám. Méghozzá a zöldfoki szigetekre jött neki a Földnek, tudjuk. És ha nem tudnád, akkor vedd elő már azt a szutyok a térképedet, és nézd csak egy kicsit meg, hogy a zöldfoki szigeteknél valahová, de így Ferdén olyan oválisan képzeld el, mert oldalról csapódott, berem szemből jött neki, hanem súrolta, és az Atlanti óceánba csapódott bele, és utána kacsázott még vagy hármat, kettőt, hármat, és akkor körülbelül Grönlandnál hagyta el a Földet. És akkor most kering. 1000 év múlva még visszajött, addigra már elfelejtették kezelni a piramisoknak a berendezéseit, mert 1000 év alatt elfelejtődik, tönkre megy, ha működik, és az lényegtelen. Ez olyan, mint a gomsúvickolás a katonasságnál. Szóval ez pontosan az. Szóval elmarad a lényege, hogy az miért kell az, hogy megcsavarni, meg mékasztot meghúzni. A francokat kell asztot húzni. Nem kell húzni. Mindig belejön egy ilyen emberi tényező. És akkor vége. És akkor utána hangos sírás, rívás, vicsorgás, meg éjjelhalás, meg pusztulás, meg minden, meg kellett volna őrizni, de nem őrzi meg, mert egy hülye, hát nem lehet másban hülye. Mert ő neki sokkal fontosabb, mint a közösülés, szóval reggeltől estig. És semmi más nincs az agyával, és akkor ettől kezdve, hát aztán meg a pusztulás. Akkor hangos sírás van, hogy miért nem csináltuk, miért nem gondoltuk, hát miért nem, hát. Ez így működik. Minden segít az Isten ilyenkor. Majd ilyenkor segít az Isten, igen. Szóval hangosan sikítunk, és akkor majd segít az Isten is. Hát mondta neki, hogy őrizd meg, tanulj, mondták neki, de nem olyan fontos az. Zabálni sokkal fontosabb, és akkor mit tudom én, hogy ne ilyet eszünk, vagy olyat eszünk. És fontos, persze, de a tudásnak bizonyos olyan régiói is fontosak, ami a vegetációs ciklusodon kicsit túlér, túlnyúlik. Hát még kicsit legalább, tudod? De minek a matematika, minek a fizika, minek a kémia, minek minden, biológia, minden, hülyeség, minden, nem kell, jó, nem kell. És amikor probléma van, akkor nem tudod megkülönböztetni az ehető gombát az ehetetlentől, mert hülye vagy, mint a sár. Ugye, és akkor megeszed a gyilkos galozzát, aztán megföldobod a pacskert. Pedig volna mit enni. Nem egy ilyen eset volt, hogy ilyen lakatlan szigetre kivetődött ilyen hajótörött, és éhen haltak a hajótöröttek, ott volt a kaja, teles-tele volt ezével, osztrigával a part. Teles-tele volt, ivóvíz is volt, csak nem mertek arrább menni 250 métert, mert féltek a vadállatoktól. Nem mertek inni a vízből, mert mit tudom én, milyen víz. A hülye rögeszmék miatt, és nem mették meg az osztrigát, az olyan halszegű, mert ez valami szárazföldi patkány volt, aki nem ette meg az osztrigát, tudod? És voltak ehető növények is, volt minden, csak ő nem ismerte az ehető növényeket, mert neki mindent az asztalra tettek, és akkor ő elegánsan megpapikáztak, tudod? Amit oda raktak elé. Na de ha ő neki nem puszolták meg, nem főzték meg, nem csináltak meg, hát mint ma a fiatalok, tessék már észrevenni. Mindig szoktam mondani, nem véletlenül mondom, hogy a mai háziasszonyoknak a 95%-a még nem vágta el egy csirke nyakát. Bocsika. Olyan hülye, mint a sár, úgy is mondhatjuk. Mert ő festi magát, meg ilyen pillatszerekkel fújja be magát, meg minden. Csak egy nagy baj van, drágám, hogyha vészhelyzet van, akkor a gyerekednek nem tudsz enni adni, pedig ott van a csirke, el kéne kapni, meg kéne főzni levesnek. De nem tudod elkapni, mert hülye vagy, mert ilyen dagadt izé vagy, trehonya vagy, nem tudsz 20 métert szaladni, aztán meg nem tudsz főzni, meg nem, csak mindig készen ott kinyitogatod, becsukogatod, aztán zacskókat, aztán abból főzöl, aztán mert hogy neked az jár. Hát jár, persze, csak aztán majd nézd meg, amikor vészhelyzet van. Hogy kimarad életbe. Aki elvágja a csirkanyakát, az fog életben maradni. Aki nem vágja, az meg ilyen fog halni. Bocsánatot kérek. És nem azért, mert a csirke ellen vagyok, vagy mellett vagyok, hanem azért, mert az emberek jelentős része... Baltával vágtuk le a csirkét. Baltával vágtad le a csirke fejét, gyerek voltál, de megettétek a csirkét. Megettük, de meg kell, megnyúztuk, nem tolattuk. Igen, Amerikában már csináltak is ilyen tanfolyamot, nem az én hatásomra talán, de csináltak ilyen tanfolyamot, hogy ilyen városi gyerekeket odaadták
ilyen nagyon beképzelt tinédzsereket, tudod, odaadták ilyen farmra, francba, mindentől 200 kilométerre, hogy nem tud elszökni sem, mert 200 kilométer gyalogolni sem tud, mert ilyen városi trehonya, nem tud az még 10 kilométert se elgyalogolni, nem 200-at, és akkor nem különtőrizni. És akkor ott van, hogy hát ők éhesek, már második napja éhesek. És akkor, jó, ott van, főzzél magadnak, ott van, tessék. Le kell vágni a disznót, le kell vágni a csirkét, föl kell készíteni, meg kell csinálni, meg kell főzni. Tüzet kell rakni. Ja, tüzet kell rakni, kell ugye? Meg kell gyújtani. Hát nem tudja meggyújtani a tüzet. Nem tudja meggyújtani. A fogalma nincs. Komolyan nem tudja. Mama megtiltotta, megígeted a kis kezedet, tudod? Jó, hát 5 éves korodban. Na de azért már 15 éves korodban már azért egy gyufát meg kéne tudni gyújtani, és nem biztos. Lehet, hogy a cigarettánál gyújtja az első gyufáját, amikor rászokik a bogozásra, ami a legnagyobb baromság, amit elkövethet, de elköveti minden. Én is elkövettem, szóval hozzá kell tenni. Én is bagoztam. Apám beszélt róla. Tessék? Észrevette rajtam is, beszélt. Ja, akkor szokott le róla. És igen. Elmondta, hogy... És tulajdonképpen elmond mindent kapcsolatban, hogy ott fogsz rágyújtani, ahol nem szabad, gázszagot, és akkor is rágyújt, az terhes tőre fújod rá, mert kell, minden pénzbe kerül. És ami lényeg a volt, azt mondta, hogy aki dohányzik, az hülye. Ez a konklúzió. Beindult valami, én nem akarok hülye lenni, kész többet, de az volt olyan, hogy szívedet. Persze, ugyanezzel ugrattam az unokáimat, hogy aki tanul, az hülye, de aki nem tanul, az is marad. Na, van-e valamilyen kérdésetek, mert hogy már konzultáció van? Azt szeretném megkérdezni, hogy mondtad, hogy nem tudom, tegeződhetünk? Persze. Hát 64 éves vagyok én is már. Hogy ellenütemben vagyunk jelen, tehát van az antianyag. Igen. Én antiba is itt vagyok. Igen. Melyikünk gondolkodik? Én gondolkodom, ő gondolkodik, vagy együtt gondolkodik? Együtt gondolkodtok, és minden atomotok együtt mozdul. Tehát nem tudsz ő nélküle mozdulni, a tükörképed nélkül, nem tudsz mozdulni. Tehát gondold el a mozgást, hogy... Az is én vagyok, az is te vagy, így van. Az egész. Így van. És az hozzád képest negatív, de ne értelmezd félre, mert mindenkit tökéletesen. Rád nézve pusztító a másik feled, mert ha áthúznám erre az oldalra a másik feled, azonnal egy atomrobbanás következne be. Egy hatalmas robbanás. Igen. Egy nagy gödör maradna itt, de hatalmas. Gödör maradna itt, akkor a robbanás, mint egy atombomba. Tehát egy nagy gödör. Mondom még egy kérdésem, hogy szoktam ilyen nézni a tévéradók végén a golf meccsnek a vége, az van, hogy az utolsó ütés, amikor egy ilyen egy pár méterre van tőle. És ne kell az ember figyelgetni, hogy itt van egy domb, akkor azt hogy kell megütni, merre kell megütni. A lényeg a dologban tulajdonképpen az, ha túl erősen üti meg, akkor elpattan, ha túl lassan el sem megy odáig, vagy máshova megy le. De a lényeg a dologban következő, amit ki akarok hozni, hogy megfelelő erővel, megfelelő irányba kell megütni a golfra, akkor bemegy el a lukba. Ezt ki lehet számolni. Tulajdonképpen gyakorlatilag itt a lényeg az, amit akarok mondani, hogy valamikor elindítanak egy golyót, az már fizika törvényei szerint fog már működni attól kezdve. Így van. Mi is ilyenek vagyunk? Mi is ilyenek vagyunk. Sőt, extrapolálható az egész világegyetem működése, csak ahhoz kellően sok adat kell hozzá. Na most, aki elég nagy spektrumban és elég széles módon látja a világot, az tudja, hogy mi fog következni. Tehát mindig elmondom azt a nagyon rossz példát, ugye, hogy te egy helikopteren ülsz, és meglátod a haverodat, ugye hülye nyitott régi kocsiában ott ül, és ott pöfeszkedik benne, mert baromira büszke rá, hogy neki van egy ilyen kabrioléja, és akkor ott vergődik benne. És látod, hogy te magasan vagy fönn a helikopteren, és látod, hogy a kanyar mögött őrült nagy tömegkatasztrófa van, összefutnak a kocsik, és lángolnak, és mit tudom, micsoda. Leszólsz neki telefonon, mert ismered a telefonszámát, figyelj, azonnal állj meg. Ne vitatkozz, állj meg, mert hatalmas karambol van előtted, a kanyar mögött. Te látod a jövőjét? Igen. Látod a jövőjét? Igen. Ha te nem telefonálnál, belerohanna a karambolba ő is. Van mindegyikünknek ilyen őrangyala? Tessék? Van mindegyikünknek ilyen őrangyala? Mindegyikünknek van őrangyala, és így mindig van. Szól? Csak nem mindig hallgatunk rá. Nem mindig hallgatunk rá, ugye? Ha mindig szól, előtte már persze, hogy el se indulj most. Tehát, de te csak azért is elindulsz. Tehát nem mindig hallgatunk rá. Hát magánügy.
De sosem ennyi gyorsabban, mint ahogy az őranyalok tud repülni, ugye? Mert... mert akkor néha probléma van vele. Igen. Tényleg mindenkinek van őrangyala. Sőt, ezek néha a rokonaink, a nagyanyánk, dédnagyapánk, tehát én sokszor rokonaink, igen, aki szolgálatot, további szolgálatot vállal, hogy tered vigyázzon. Például, mert nagyon szeret téged, és szolgálatot vállal. Már elmehetne, csinálhatna más, de megkéri, hogy hagyd szolgáljon a te védelmedbe. Az öngyilkosokkal. Az öngyilkosok azok ott ülnek a sírjukon, és ott ülnek a sírjukon. De előtte, mielőtt még eljutnak valahol gondolatig, hogy? Ott is szólnak neki. Hát szólnak neki. Fölülírja. Hiába szólnak neki. A bolondsága nagyobb. Most az öngyilkosok azt hiszik, hogy azzal megszűnik a probléma. Öngyilkos lesz minden probléma meg, nem materialista idióta, de a vallásos is. Az a nagyon érdekes. Ugye a vallásos is. Hát és most ön öngyilkos merülő. De rengeteg öngyilkos merülő van, aki azt hiszi, hogy három gatyát vesz föl, hogy a szar ne öntse el a pöcsét, vagy ne szakadjon le a pöcse a robbanásnál, mert ilyen hülyeségek mozgatják, nem fogod elhinni. Nem fogod elhinni, mert ott lesznek a mennyei hurik, ott lesznek a gyönyörű... Mit csinálok velük? Mit fogok velük csinálni? Nem lesz pöcsöm hozzá. Ugye? És akkor ilyen idiótaságokon, teljesen idiótaságokon lovagolnak és csinálják, és megcsinálják. Tehát úgy gondolják, hogy mindenki az ő szolgájuk lesz, aki körülöttük van, mennél több embernek kell meghalni, mert akkor az mind az én szolgám lesz a túlvilágon, és a mennyei úrik ott fognak nekem táncolni, az mind az én szerelmem lesz, annyit kefélek, amennyit csak akarok, mert egy zokni az agya, idáig jut el. Ennyi. Hát nem lehet. Lehel is ezt mondta egyébként. Lehel is ezt mondta. Lehel is ezt mondta, mert ez egy keletről jött marhaság. És nem az, igen, ha majd engem fog szolgálni a túlvilágon, akkor fejbe csapta a császárt, igen. Igen, mert ez egy keletről jött marhaság, de valójában nincs ilyen, nem fog szolgálni téged senki, sőt, ott fogsz ülni a sírodon, és sok száz évig, néha ezer évekig, ott ülsz a 2400 évig, ott ülsz a sírodon, és nem tudsz sehova menni, hát nézegeted ezeket a egyre jobban csontvázasodó szerelmeidet, akik ott vannak körülötted. Itt nyugszik dr. Kovács körülött a betegei, akiket gyógyított, szóval hát ez ugyanolyan lesz. Igen. Apám is a temető ajtajához közel van eltemetve, orvos volt körülött a betegei, akiket gyógyított. Hát, még egyszer szeretnék kérdezni. Tessék, parancsolj. Van egy ábra, ahol kialakul, a utolsó előadásodon volt, hogy ahogy a Szentlélek hat szimmetriája kialakul. Itt van mögöttem. Igen, de a lényeg a dolgban az, hogy elkanyarodik, és amikor körülbelül ideje van a hatos szimmetriája, hogy megjelenik egy más. Igen. Azt mondtad, hogy látomás. Igen, ám csak ahogy a látomásnak is van önálló... Látomása. Igen, de annak is van látomása. De annak van önálló értelme? Hogy ne lenne? De az hogy keletkezik? Hogy nem egy helyen vannak. Tehát maga az értelem micsoda, ugye ez is egy nagy kérdés. Hol van az értelem határa? Igen. Meglátom a másik teremtőt. Igen. Visszafordulok. Az már álkomboklon túl van addigra. Én csak látomást látom. Na, meglátom a látomásomat. Rendben van. Nem. Őt is csak látomásként látom meg. Nem fogok vele összeütközni. Igen. Hanem hát csak a hullámterében azt látom, mert a hullámtere hozza a képét. Igen. Igen, de az nem egy helyen van. Ugye? Az máshol van az a forrás, mint ahol, amit én látok. Így van. Az már rég tovább ment a csodába. Én még mindig itt látom, mert hogy erre megy, de ő már sokkal messzebb van. Belezavarodik a tulajdonképpen ebbe a körbe? Hát zavarodás talán nem jó kifejezésre, de bele. Igen. Ez megvan mindenhol. Tehát, most mondjuk itt van egy ilyen síva, mert ez pont ugyanarról szól. Ugye? Az mondta, hát ez valami keleti ilyen. Na nem, sokkal, kicsit sokkal jobban gondolkodjál, ugye? Mi van ezen körbe itt? Úgy szerinted. Odaadom, ha akarod megélni. Tessék, parancsolj. Megnézheted. Nézzétek meg. Mi van rajta? Mandalinok, nem? Csepp. Mik azok? Jobban nézd meg.
Mikroszkópot is adok, van. Itt van mögöttem néhány mikroszkóp. Barna úrtól kaptuk, nagyon jó. Köszönjük szépen. Lángocskák. Tűzelem. Így van, tűzelem. Tűzelem. Lángocskák vannak rajta körbe. Így van. És ő maga is lángocska, csak nem értik, és miért van ennyi végtagja? Szimetria. De miért jön ez a szimetria ki? Hát így jön ki matematikailag. Így jön ki matematikailag, így van, amikor bekanyarodik, akkor ő pont 3-4 fordulatot tesz meg, amikor meglátja a saját képét maga előtt, és akkor igazából avval 60 fokot tesz meg a térben, 60 fokot fordul el, aztán megint 60 fokot, megint 60 fokot, megint 60 fokot, pont 6-szor körbeér, de mire a 6. keletkezik, eltűnik az első. Mert kimegy a, tehát kimegy a képből, abból a képből megy ki. Mindig a kép elkezd kicsit késni, de csak egy nagyon kicsit. Igen, de ez összekumulálódik. Pedig az, hogy elmenjen mellette már. Igen, nem igen, így van, már nem látja meg a hatodik már nem látja meg. Eltűnik az első, aztán eltűnik a második, a harmadik, a negyedik, de közben keletkezik 7., 8., 9., tehát ez folyamatosan keletkezik, és folyamatosan szűnik meg. De ez egy olyan hullámforrás rendszer, ez nem egy egyszerű kis hullámforrásocska, hanem egy nagyon bonyolult dimenziórendszer, mert mindegyik forrás úgy viselkedik, mint egy önálló dimenzió. A dimenzió ugye nálunk még mindig kiterjedést jelent, és nem párizsi métert. Terjedést jelent, terjedést. Az nagyon-nagyon lényeges eleme, hogy a szent léleket nem lehet kiönteni egy vödörből. Szent léleket nem lehet egy vödörből kiönteni rád, mert így ezt képzelik sokan, egyem a szívüket. De nem rosszaságból képzeli, vagy nem butaságból, hanem egyszerűen a szöveget olvassa, de nem érti. Tehát már rosszul fordítja le a fordító. Aztán hát ez így halmozódik, ez a hiba. És el kell tenni 2000 évnek, vagy 4000 évnek, és úgy megváltozik, hogy már olyan, mint a pletyka, hogy a végén már teljesen értelmezhetetlen valami lesz belőle. Nem érti meg senki. Pedig ott van elmagyarázva világosan. Menni régebbi írás, annál jobb. Milyen érdekes. Mert ide a földre úgy jött ide az emberiség. Nem itt lemászott a fáról, hanem valahol máshol mászott le a fáról. De úgy jött ide. Az evolúció az is benne van a puliba, tehát van benne evolúció, de inkább negatív irányba. Nem, hogy javulna, inkább romlik. Tehát inkább romlik. Maják hittek. Tessék? Maják hittek, hogy mindig lefele megy. Lefele megy. Hirtelen föl, aztán meg onnan... Igen, mert ha hirtelen föl, akkor jön egy tanító, a tanító megtanítja, akkor megint hirtelen fölemelkedik a civilizáció. Jön aranykor. Jön egy aranykor. De tessék észrevenni, hogy ők is elmondták, hogy volt egy tanító, aki járta ott Dél-Amerikát, ugye? Vagy Közép-Amerikát, és ezektől tanultak mindenki tanított, a rendet csinált, elmondta, hogy hogy kell ezt csinálni, azt csinálni, elmondta, hogy kell vetni, aratni, mindent megtanított az embereknek, aztán tovább állt. Neki nem az volt a dolga, hogy ott maradjon, és így uralkodjon, meg úgy uralkodjon, az egy hülye materialista baromság. Hanem neki az volt a dolga, az Isten ide küldte, hogy ezt a sok hülyét egy kicsit fölemelje. És fölemelte. És az látszik a civilizációkon, hogy ilyen fűrészgörbe alakul, de lefele fűrészgörbe, aztán hirtelen megint megemelkedik, megint ereszkedik lefelé szép egyenletesen, mert felejt. De ez a nagyon érdekes, hogy felejt. És ide jött, űrhajókkal jöttünk ide a Földre, akkor még hoztuk magunkkal azt a tudást, a tértechnológiai tudást hoztuk magunkkal, mert a szomszédcsillagig nem lehet ilyen szarrakétákkal átmenni. Nem lehet, kész, nem lehet. Szarrakéták arra nem alkalmasak. És akárhogy lehet fotonrakéta is, az is, gyerekek, hogy ugye félútig legalább gyorsítani kell, de félúttól kezdve lassítani kell, mert fénysebességgel elmegy a izé mellett, a célobjektum mellett. Hiába gyorsítottad föl fénysebességre. Amikor odaér a közelébe, akkor így elmegy mellette, hogy csak egy homályos paszni lesz a képen. Tehát nem tud semmilyen üzenetet küldeni onnan. Tehát ez is. És ja, és még mikor ér vissza az üzenet? Tehát a legközelebbi csillagtól is, hát legalább 8,5 év. A fénysebessége még soha nem tudok ütenni.
Az a máj, jaj, de jót teszik, mondom, a fénysebessége megye, soha nem tudok üzenni, úgy van. Ott marad egy pontban. Ott marad egy pontban az üzeneted, így van, ahhoz képest, ahonnan elindultál. Aztán jó van, nem is ér ide soha. De most ezért ezt a telekommunikációs módszert, amit annyira gőzerővel erőltetnek, ezt ökörség feszegetni, mert nem ez működik. Az EPR, nem véletlenül mondom el százszor, mert az a következő telekommunikációs, de nem kettévágott fénykvantumokkal, hanem anyaggal. És amikor azt csinálod, akkor is el kell vinni a másik felét a kommunikációs rendszerednek odáig, viszont állandó és rögtön online kapcsolatban vagy vele. Valós kapcsolatban. Real time. Nem majd egyszer ideér, hanem a valós kapcsolatban van vele, és akkor onnan nem kell ez a időkésletetés miatt neked vacakolni, mert már a Marsra nem megy a távirányítás innen a Marsra, mert már negyed órákat késik a jel, meg negyed órákat vissza, érted? És ettől kezdve ugye, te hiába mondod a Marsjárónak, hogy állj, nem áll meg ez a hülye, mert még negyed óra van ér oda a parancs, hogy állj. Aztán negyed óra visszaér hozzád a kép, hogy megállt. Vagy ilyen őrült nagy elkésedelmek vannak, ugye? És hogyha közelebb van a Mars, akkor is 45 000 vagy 45 millió kilométerre van, számolt ki, hogy a házi feladat, hogy mennyi időt ér onnan oda-vissza egy jel. 45 millió kilométer fénysebességgel, ugye a fénysebesség, hát nagyjából 300 000 kilométer, kicsit kevesebb ennél. Na kérdés, van-e kérdésetek? Akadjon, na, jöhet. Kicsit beszélünk el a negatív idő fogalmáról. Jó. Egy tűzelemben. Ez hogyan kell pontosan érteni, hogy mitől negatív az idő? Azon kívül, hogy kettős idő vagy többszörös időmező van egy tahionnak a eseményhez, amitja meg. Na, várjatok akkor, mert ezek meg vannak rajzolva, sokkal hatékonyabb az, hogyha kézrajzot mutatom meg nektek, mint hogyha... Na, hol van ez? Mert használtam csak a... Itt van. Majd közben elkillódom én ezt. Sok érdekes történet zajlik, mert hogy az, amiket mi csinálunk, az látszólag semmit sem ér. De csak látszólag. Amikor már eljutsz odáig, hogy hogy működik a világ, akkor kiderül, hogy hát azért mégiscsak egy icipicit azért ez ér. Tehát azért még na, vissza az agarakkal. Ül a Gyuri, hülyeségeket beszél, reszelgeti a körmeit, de mindig a leges élvonalbeli kutatásokról húzza le a leplet egy picit, hogy megmutassam nektek, hogy egy gyerekek, hát így működik a tértechnológia, mert hogy erről semmi, sehol, tehát hiába keresel te ezután, van, mert találtam mondjuk a Kramer, aki már 85-ben, pont akkor, amikor én kezdtem, elkezdte nyomni a tértechnológiát. Ez egy egyetemi tanár. Időközben én is voltam néhány egyetemen tanítani, szóval az a lényeg, hogy mert volt olyan, hogy még már olyat is írkáltak az interneten, hogy én még egyetemnek a lépcsőjét sem léptem át sose. Tehát szóval mindenféléket mondtak már, mert nagyon utál. Tudod, és ő a saját rendszerében akar engem behelyezni, de én nem tartozom az ő rendszerében. Akárhogy próbálkozik. Tehát nem tartozik. Van, akinek nincs földiesítve a diplomája, de az nem azt jelenti, hogy hülye. Ennyi. És nézd, azért talán biztos észrevetted, néhány mérnök ül itt meg, szóval néhány szakember ül itt, azért észrevetted, vagy doktor, vagy mit tudom én, tehát biológus doktor, meg ilyen mindenfélék járnak ide a rendszerbe, azok észrevették, hogy bizony, azok a dolgok, amiket a Gyuri 20-25 éve elmondott, most kezdik felfedezni. És ugyanúgy, ahogy elmondta, nem másképp. Kapom a leveleket sorozatosan. Én nem értek semmihez, én nem is képzelem magamat ilyen vagy olyan szakembernek, én csak elmondom a megoldást, aztán majd te meg kidolgozod. Ellopom tőled, és akkor te majd kidolgozod. Tehát ilyen egyszerű. És akkor én boldog vagyok, hogy mindegy, hogy a te neveden fogják ezt fölvinni, mert nem én vagyok ebben az egészben a fontos, hanem te. Meg a Föld. Most a Földet akarod megmenteni, azt olyan önző vagy, mint a franc. Hát hogy nem lehet megmenteni valakit, hogy közben, hát a kötszer azért drága, azért nem kötjük be. Hát azért, na az orvosság is drága, nem adunk neki. Hát így nem lehet valakit megmenteni. Meg kell menteni, aztán majd meggondolkozol, hogy milyen drága volt.
91. szeptember 8-án végeztem a agykortó tanfolyamot, és akkor te ott voltál, és a teremtés üzenetéről tartottál egy előadást, és akkor beszél ez a lópus itt össze-vissza, mondom. 91-ben? 91-ben. Hát mondom, nézzük meg, megveszem a könyvet, nem volt drága, mondom, megveszem, elolvasom. 169 forint volt. Nem tudom, hát... De én tudom. Ja, már nem emlékszem, de... Én igen, tudom. Elolvasom, mondom, ez egy fikció. Mondom, de nem tudom megcáfolni. Akár igaz is lehet. Igen. És nem kezdtem el foglalkozni vele, akkor az agykondot éppen végeztem, és azzal foglalkoztam nagyon. Csak az előadásaidat néztem a tévében, figyeltem, aztán így után most már... Ugye rendszeresen csinálod ezeket az előadásokat, már végignéztem mindegyiket, és az van, hogy már kezdek így átfordulni ez a dolgom, hogy nem csak a fikció ez, hát már csak ez. Hát nem is lehet más. Igen, hát az ember még ráébredt. Domján Laci is így ráébredt, azért kezdte terjeszteni a könyvet, mert elolvasta és rájött, hogy én elmondom, hogy hogy működik az agykontroll, de ezt a Szilva sem mondta el. Igen. Az alapelveit nem mondta el a Szilva, az egy, és az is tévészerelő volt, akkor én is éppen tévészerelő voltam, milyen érdekes. Igen, mert a tévészerelő másképp gondolkodik. Vagy mondjuk a Kovács Ádám is tévészerelő volt, ugye? Mert miért? Mert abban az időben, abban a pályában lehetett egy kicsit mozdulni, mert behozták a rengeteg tévét, meg legyártották, de nem volt hozzá elegendő szakember. És akkor szabadjára engedték egy kicsit a fusizást, meg mindent, az elvtársak meg különben, mert nem volt, aki megjavítsa a tévéket. Mert volt Gelka, meg Orion Service, meg mit tudom én, de az orosz tévéket már nem mindig javították meg, vagy följelentették a delikvenseket a Csempész TV-vel. Az oroszoktól olcsóban lehetett megvenni, és akkor ez így volt. És akkor mi meg nem jelentettük föl, én nem, és ma én nem vabzer vagyok én, hogy bejelentgessek embereket. Hogy azért, mert megbízott benne, hogy engem hívott, aztán én meg följelentem. Hát ez, ja, ettől kezdve természetesen jól tönkretették ezzel a szervizeket, ugye, mert föl kellett jelenteni az orosz tévéseket, és akkor ebből aztán bajok voltak. Ugye, aztán jól tönkrementek a szervizek, mert nem hívta őket a kutya se, ugye, és akkor egymást kezdték fúrni, faragni, meg szídni, meg a minden volt ilyen könyöklés, fúrás, faragvás. A kisiparosok között nem volt, én ilyen másodállásban voltam a kisiparos, és hát az jó volt, avval el lehetett egy kis pénzt keresni, mondjuk 50-szer annyit kerestem, mint a, vagy hát 50-szer annyit nem, de sokszor, sokkal többet kerestem, mint a munkahelyemen, de 5-szer, 6-szor annyit, az biztos megkerestem. És az volt, hogy sokszor egy nap alatt kerestem annyit, mint egy év alatt. Tehát ilyen karácsony előtt, meg mit tudom én. Szóval, mint a munkahelyemen egy év alatt. Tehát, hogy mert kiszállítottunk 15 tévét, vagy mit tudom, és azért annyit fizettek már, hogy 70 ezer forintot mondjuk. És akkor a 70 ezer forint az még pénz volt, most már nem pénz annyira, de akkor még nagyon nagy pénz. 7000 forintos fizetések voltak. Ilyen 3000, meg 4000 forintos fizetések voltak még akkor, igen. És akkor az pénz volt, mi? És tehát visszatérve a Szilva is, vagy a Kovács Ádám is, rákutatással foglalkoztam, én is rákutatással foglalkoztam, teljesen függetlenül őtől, nem is ismertem, de mindenki gondolkodott ezen, aki gondolkodik. Tudnilik, a tévészerelésnél az nem úgy van, mint a... Rá kell jönni? Hát rájönni, de bogárkám, nem úgy van, mint egy vállalatnál, vagy egy kutatóintézetben, hogy hónapjaid, vagy éveid vannak rá, hogy rájöjjél valamire, és akkor mindenféle ilyen kamu izéket, papírokat gyártasz, hogy a főnöködnek is befogd a száját. Tehát nem erről szól az már, hanem egy fél órán belül annak a szutyok tévének működni kell, és mindegy, hogy mennyit kérsz, de működni kell. Vagyis, hogy érteni kell hozzá. Ott kevés a duma, tehát a szájkaraté ott nem elég, hanem ott meg kell csinálni a berendezést. Mindegy, hogy milyen berendezéshez kezdtél, meg kell tudni csinálni. Kicsi, ennek egyszer magyaráztam, hogy tulajdonképpen az intelligencia nem lehet más, hogy valamire rájön. Igen. Mint ahogy egy polip is rájön arra, hogy a dunsztos üveg tetejét le kell venni. És nem tudja csavarni a dunsztos üveg tetejét a polip. Lecsavarja a dunsztos üveg tetejét. Rájön arra. Rájön. Tehát egy polipnak van ennyi esze. Igen. Vagy egy varjúnak. A varjú is milyen intelligens. Az 8-10 feladatot is megold, hogy valami kedvenc kajájához hozzájusson. Kinyitja, becsukja, kihúzza, vizet tölt valamibe,
hogy fölemelkedjen a kulcs, amivel ki tudja nyitni a következőt. Tehát őrült bonyolult dolgokat is képes. Vagyis, hogy ez a beképzelt pavlovi reflexes idiotizmus, amivel minket itt szórakoztattak, hogy ha gyomorsav elindul, ha csengő megszólalt, de ez volt a baromi nagy tudományos, amikor én fiatal voltam, az annyira baromira tudományos volt, hogy már nem is lehet jobban. Ugye, hogy amikor a kutya meghallja a csengőt, elindul a gyomorsav, mert beidegződött, hogy az étkezésnél mindig szól a csengő, és most már annyira tudományosak vagyunk, egy rossz sebet. Hát annak az állatnak érzelmei, gondolatai vannak, csak azt a hülyeséget képzelték, hogy az állatok nem is gondolkodnak. Na, hogy nem? Igen, ahhoz a legnagyobb baj az emberiségnek, hogy a kísérletekről rossz következtetéseket hoznak. Ugye kiűzzük a nyolcadik állat a póknak, igen. Igen, igen. És nem süketül meg a póka, kitéped a lábát, de nem tud ugrani. Igen. Úgy van. És itt vannak az őrült nagy bajok. Az emberiséget. Te mivel foglalkoztál egyébként, vagy foglalkozol még most is? Mert... Nem, hát... Mert még akkor nem is vagy nyugdíjas. De már nyugdíjas. Nyugdíjas vagy? Akkor rendőr voltál. Nem. Csatornázási üvegnél voltam. Hol? Csatornázási üvegnél. A feleségem következő férje ott dolgozott. Mert hogy még férhezben tudtánom a... Nem, igen, nagyon érdekel mindig a tudományt, ezt mondom, amikor előadtad ezeket a dolgokat, hogy 91. szeptember 8-án, akkor foglalkoztatott a dolog. Hogy beírodott. 91. szeptember 8-án mondtam el, a Teremtés üzenete könyvem akkor jelent meg, éppen akkor jelent meg, igen, és elfogyott 10.700 példányban egy filozófia könyv, azért az külön érdekes, hogy 10.700 példányban... De van bele bőven képlet. Pedig... Hát olyan sok képlet nincs benne, azt se én tettem bele, hanem egy besugó. Tényleg. Akit mellém raktak. De okos volt a srác, és az raktam elé a képleteket. Nem, nagyon nem akart bele menni, de aztán belement, és akkor lényeg, hogy hát az már egyetemista korában is besugó. Tehát, de tudtam, én rengeteg sok besugó kavart mellettem az idők folyamán, tehát az elmúlt 25 évben volt vagy 40, akiről tudtam, hogy ő ilyen kémszolgálatnak dolgozik, olyan besugó, olyan, de mindegyikről tudtam. Igen, de nem az a lényeg az ember, másik ember, hogy viselkedik. Én nem foglalkozom ezzel. Az arra való reakcióm, az a fontos. Igen, én nem foglalkozom ezzel, hogy ő besugó, sőt, elmondom neki a megoldást. Tehát ez benne az érdek. Elmondom én a megoldást nagyon szívesen. Tudik, én nem magamnak csinálom a megoldást, ez a borzasztó. Tehát mindenki azt hiszi, hogy én eltitkolom. De hogy titkolom? Hülyeséget is beszélek nyugodtan, de miért? Mert úgy nem lehet ám kutatni, hogy sose tévedsz, az felejtsd el. Az képtelenség, úgy nem lehet kutatni. Elsőre eltalálni. Elsőre mindent eltalálni, az csak egy ilyen beképzett hülyeség, nem lehet. Azért tessék észrevenni, hogy a fizikában már minden megváltozott, mondta a Tellere, de kivéve a fénysebességet, de ez se biztos. Hogy a fénysebességnél nincs nagyobb sebesség, mert van. És az a nagyon érdekes, hogy amikor ezt mondta egy amerikai egyetemen, akkor már ezt ő tudhatta volna, hogy az EPR jelenség sokkal gyorsabb a fénysebességnél. De gyakorlatilag végtelen gyors. Na, mondjad a kérdéseidet. Tehát akkor a negatív időről kicsit beszélünk. Azért kellett nekünk ugye hozzá ez a gép, hogy a negatív időről beszéljünk. Közben felette megkérdezni? Persze, abszolút, próbálok eljutni a képig, igen. Most pont azt beszélgettük, hogy a évzáró előadás, hogy ilyen vizsgóanyag, vagy bárminek nem... Lehet elmondani majd, igen. Jó. Csak megvártuk, hogy azért valamennyire befussanak az emberek, hogy más is hallja a ti évzáró előadásotokat. Itt mutatok egy gabonakört. Mi van ezen rajta? Elsőre, mi ugrik be nektek. Ami nem is kör ráadásul, ugye? Mert ebben egy darab kör sincsen. Az oktaéder van rajta. Az oktaéder van rajta, kihajtogatható formában. És hat szögek vannak benne is, nem körök. A vicces diákok nagyon érdekesen taposták. Ugye? Ezek hat szögek mind. Nem látod? Innen egy picit homályosabb a felvétel, úgy már egyetem. Így látod? Már igen, azt hiszem, hogy azok bogyók, de nem. Nem, ezek hat szögek. És az a nagyon érdekes benne, ugye, hogy
hogy gyerekek, oktaéder, próbálja neked sugni, mert minden áron bele akar magyarázni valaki valami mást. De közben meg nem, ez egy ilyen gabonakör, rajta van a Universitas CD-n, akinek megvan. Kis bogyók is hadszögűek? Azok is úgy néznek ki, hogy már még egyet nagyíthatunk, de már nem lesz sok értelme. Látod? De az se kör. És ez mit ábrázol? Ki mondja meg nekem? A három vízelem az első tahion, három tahion, mert itt három tahion keletkezik. Miért? Csak úgy válaszolhat, öregek már nem, azok tudják. Miért keletkezik három tűzelem? Mert összeadódnak a vektorok. Így van. Mert a minden gömb, mert ezek gömböknek a metszetei, minden gömb sugárirányba taszítja kifelé a másiknak a forrását. Igen ám, csak hogy az egyik erre taszítja egyel, a másik arra taszítja egyel, 1.71 az eredő. Tehát gyorsabban fog mozogni, mint ahogy terjed, és itt a negatív idő, itt keletkezik, mert gyorsabban halad, mint ahogy terjed. Ugyanez a jelenség megvan a hangrobbanásnál is. Pontosan ugyanez a jelenség, már csak azért is, mert a hang és a téridő és az idő általában nagyon rokon jelenségek. Már hullámterjedésileg parancsolja. Nem véletlenül van az, hogy ígével teremtették. Az, hogy abban is benne van a szó. Ígével teremtették, így van. Ezzel a népművészetünk is, ugye, hogy egy kis madár, mondjuk úgy néz ki, mintha valamit csipegetne, nem csipegeti, hanem kimondja azt az indát, amin aztán áll, ami aztán megint szerte ágazik. Úgy van, és mint a rajzfilmjeink, ahogy kezdődtek egy időben, igen. A létezés azon múlik, hogy ahogy teremti, társteremti az univerzumot. Pontosan így van, és ez a lényeg, hogy ez a három vízelem, amikor ez egy speciális eset, hogy ezek ennyire szimmetrikusak, de mindenképpen így szimmetrizálódik. Tehát ha nem ilyenek, akkor ilyenné lesznek egyszer csak, és elkezdik széttaszítani egymást, és ez benne a lényeg. Nézd csak! Itt, mivel szétmagyarázták, még egyszer leadták. Most már részletesen. De most egy fokkal részletesebben. Tessék alaposan megnézni, hogy itt a köröket berajzolták. Igen. Ami egymásba mecc belül. Így van. Hogy húzták ezek a vicces diákok ezt? Hogy? Na, nagy meló lehet. Most egy csomó olyan gabonakört leraktak, hogy ott van a közepe. Tehát ahova a karot kellene leverni, hogy a vicces diákok kört húzzanak, ami mindig ovális ráadásul. Tehát ahhoz két fókuszpont kellene. Tehát itt már ilyen tévedések vannak. Ezek a vicces diákok ezt nem tudják, hogy ezek a gabonakörök mindig oválisak. Ez nem látszik ezen a felvételen, de ha leméred a helyszínen egy méterrel, így, meg így, akkor kiderül, hogy ez bizony ovális, 35 méter, 36 méter, ilyenek. Ez kisebb, ez kb. 11 méteres, 14 méteres körök lehetnek. Na de azért nézd meg, hogy mennyire szabályos. Ha amit ember csinál, az nem ilyen szabályos. Az mindig nyúlik a kötél, vagy nem tudom, szóval bénáznak. És az éjszaka leple alatt vicceskednek a diákok, mert ugye vasvillával elzavarnák őket meglehetősen hamar, hogyha valagába nyomnák a vasvillát, hogyha azért letapossák a gabonát viccelődésből, akkor azért komoly a gazda, azért komolyan megzavarná, vagy a kutyákat utána küldené, szóval azért az nem viccelne. A kutya se viccelne, úgyhogy meg utána küldené a komondort, vagy mit tudom én azt, akkor utána majd nézd meg a valagát, hogy milyen lesz. Szittává harapja. Úgyhogy... Nem tudja leadatni az a lényeg. Ja, nem tudja leadatni, persze. Na most... Az elveszettnek is számára. Nagyon bekanyarodik mindenhol. Ugye, ez éppen a gravitációs távcsőnek a képe. Itt jól látszik a szögmérője, az a fekete kerek, az a szögmérője. 360 ezer jelet ad egy fordulatra az a szögmérő. Egy német szögmérő van benne, kettő pontosan van. Tehát a 360 ezer jel, az 1000 jel egy fok elfordulásra, az nagyon jó. Büszke is vagyok rá. Ez meg a LIGO, ez még építés közben, még nincs meg egészen a LIGO, még a balra még folytatódik. Ez egy... Mondja? Az, hogy Virgo.
Ez a Virgo, ami az olasz, mert ez Pisa mellett van, igazából a Szántóföldön van lefektetve. Hidakat építettek át a traktornak, hogy be tudjanak menni a gazdák oda aratni, meg vetni, meg szántani. Tehát ilyen érdekes szerkezetek vannak. Ez egy jó kép, csak nem látszik. Ez azért érdekes, mert a világteremtése nagyon szépen megvan. Csak ez is egy vicces gabonakör. Ez megvan a néprajzunkban, ugye? Ez az a hatszirmú virág a néprajzunkban, amit minden mennyasszonyi ládára, de fejfára is ráfaragtunk, rárajzoltunk, ráfestettünk. Persze, mert a Szent Lélek erejét hívtuk oda hozzá. Ez egy fordított izé, mert itt azt fektették el, ami nem kell. Igen. De hogy húzták a kört, ugye, az a kérdés. Hogy húzták a kört? Ez nem biztos, hogy az égiek csinálták, lehet, hogy ez egy földi, mert nagyon bizonyítani akart valamit. Mert a cikszakos a széle a gabonának. Igen. És az olyan nincs, nem fordul elő, amikor ezt csinálják. Akkor... Visszateszem a másikat, azon lehet látni. Így van. Cikszakos a széle. És nagyon egyenletesen van megcsinálva azt az egyenes gabonaszak, hogy befordulnak. Te, mint a csavarnál valami azt azért. Ajaj. Ezek olyan, ennek a széle olyan kerek, gyerekek, itt nincsen semmiféle cikcakolás a szélibe. Ennek sincsen. Annak meg pláne nincsen. Ugye? Ez olyan kerek, hogy nagyon kerek. Gyuri Becsa, az előző képben ott mindegyik, ahol a három gömböt ábrázolt, ott mindegyiknek egy irányba forognak a gabonák, vagy a másik? Egy irányba forognak. De ennek nincs jelentőség esetünkben. Mert a vízelem is foroghat, a forrása foroghat, egymáshoz képest relatív. Nem azt mondom, ez elmondva, mint a térről, amivel csinálják. Ez úgy véletlenül elejtett módon ott van már az első könyvben, amit te megvettél 91-ben, abban már ott van az RR, az RV, tehát a relatív sebesség, a relatív forgás, ott vannak benne a képletekben, csak éppen nem nagyon hangsúlyoztam ki, de ott van benne. Mert már ott kiszűrődött ez, hogy erre igény van, hogy van egy abszolút forgás, van egy relatív forgás, a másikhoz képest mozgok, vagy megy két vonat egymás mellett a vasúti sínen. De mi egyforma sebességgel át tudsz lépni a másikba, pedig százzal megy. És simán át tudsz lépni a másikba, másik, vagy át tudsz ugrani a másik vagomba, ha elég bátor vagy, mert azért nem veszélytelen átugrani, a szél miatt se, a menet szél miatt se veszélytelen, mert hátra fúj egy kicsit a szél útközben, aztán jó, nekimész az ajtófélfának. Mint egyszer én a mázsa technikus voltam, ilyen utcai mérlegeket javítottam, fiatal srác voltam még, és akkor de jobban is tettem, hogy oda elmentem, mert kellett, és az a lényeg, hogy Ott a Szentendrei hévnél, amikor elugrottam a földről, nyitva volt az ajtó, de olyan piszok gyorsan csapódott be a hévnek az ajtója, hogy amikor már odaértem az ajtóhoz, akkor már be volt csukva. A rohadt forgalmi isten még rögött is rajtam. Mert mint a Flintstone, úgy fölcsapottam az ajtóra, érted? Föl akartam ugrani a hévet, már indította, és én meg föl akartam ugrani. Én el is küldtem a láthásba a forgalmistát. Hogy látta, hogy futok, bérfütyülte le azt a kurva hévet. Hát ilyen van. És azért 2 másodpercet még várhatott volna, hát annyira nem kell menetrend szerint kapkodni. Na tehát a földönkívülieknek a tanításai, ezek azok, például ez micsoda? Ez egy tardion, ami két irányba mozog pontosan. Ugye, ez ide-oda mozgó. Valami meglökte a másik irányba, ellenkező irányba, és elkezdett ellenkezőleg mozogni. Ilyeneket rajzolta Vazarelli tömegesen, és érdekes módon azt mondta Vazarelli, hogy ő a téridőt kutatta, ezt írta le, képzeld el, de mikor? Tehát nem én találtam ki az időszerkezettan. Az folyamatosan jelen volt.
az időszerkezettan folyamatosan jelen volt. A gondolkodók azok általában nem az MTA-nál található gondolkodókra gondolok, mert azok már benn vannak a pozícióban, és nem biztos, hogy tovább akarnak gondolkodni. Uralkodni talán akarnak valamilyen rendszer fölött, de gondolkodni nem biztos, hogy annyira. Vannak, akik igen, kivétel erősíti a szabályt. És nem azt mondom, hogy az akadémikusok mint hülyék lennének, nagyon nem ezt mondom, de hát igen sok ilyen gerontológiai eset van mostanában már az akadémiánál, tehát nem hagyják érvényesülni a fiatalabb réteget. Szóval papíron igen, de gyakorlatban hát fizetést azt nem kap, természetesen. Hát érvényesül ez, fiam, de a fizetést én veszem fel. Szóval így lehet, de hát ez nem nagyon jó. Tehát itt van a Vas Albert, nagyon gyönyörűen és világosan ugyanazt mondja, amit én, hogy az Isten mindenhol jelen van. Olyan hely nincs, hogy nincs jelen. Tehát állandóan keresik az Istent, öntögetik egymásba a szent lelket, meg minden van, csak gyerekek, hát az Isten mindenhol van. Hát minden az igéből lett. Tessék elolvasni a János könyvét, ne engem szidjon, olvass el a saját Bibliáját, és meg fogja benne találni, hogy bizony minden, ami lett az igéből lett, később minden, ami lett az igéből lett. Ugye, mert kezdetben már volt az ige, az azt jelenti, hogy ez már végig volt. Ez már tényleg a kezdetek kezdetén is ott volt. Mert ebből indult el az a vízelemnek az időforrása, az az időforrás, amiről én szoktam beszélni, azért neveztem időforrásnak, mert valójában az. Ő az időnek a forrása, de nem a Wecker óra meg a történelem, ami rögtön becseng az összes beavatott hülyének, hogy már értem is, érted, arról sebet érted. Tehát nem a Wecker órákkal azonos az idő. Mert ugye az időt az atomórával, meg Wecker órával, meg inga órával, meg torony órával, meg mindenféle órával próbálja, de az az idősűrűség mérő. Ne hülyeskedjetek már, a légnyomás az nem a barométer. Nem a barométer, nem azonos a légnyomással. Az egy légnyomás mérő. Hát ilyen baromságokat talán a kilátott. Tehát, és senki nem kiabál be, hogy mesztelen a király kilóg a seggel. Hát tessék bekiabálni, parancsolj! Az előző témára vissza, az olyan, mint a hortifasizmus. Tehát az ember megnézi, hogy mit jelent a fasizmus szó, hogy ugye az állami vezénylete összevonják a tőkét, hát az nálunk lévő kommunista rendszer inkább volt fasiszta, mint a az biztos. Mint a horti rendszer. Az nagyon, nagyon fasiszta volt. Sőt, ugyanazok voltak benne a náci fasiszták, mint a horti rendszer vége, vagy inkább a szálasi rendszer idején. Pontosan azok voltak a náci fasiszták, képzeld el. De hát itt meg az anyagra mondják. Tehát az ávósoknak a 90%-a az éppen ugyanaz volt, mint aki az előző korszakban csinálta a disznosságokat. Mert ugye hóhért nehéz találni. Ilyen egyszerű. Ilyen hóhért természetű, hóhérképzés nincs, tudod? És a hóhért nehéz találni, és akkor a hóhérokat átvették. Hát aztán tettek mellé ilyen szépelgő adminisztrátorokat, akik csak kiélettek a balhéba, csak nézték. Egymást is kiírták, eltársak, egymást is halomra ölték. De hóhért azt lehet tenyészteni. Hóhért lehet tenyészteni, úgy van, így van. És ma eléggé ebben az irányban vagyunk, hogy nagyon ember, ahogy ember tennik az ember... Egyre több lesz a hóhér jelölt. Hogyne, hát mert nincs neki életcélja, nincs neki semmi, könnyű már utána behúzni, úgyis szeretne gyilkolni, és akkor megy. Hát tessék észrevenni, hogy mennek egy csomóan háborúzni. Mert a férfiak akarnak lenni. Ugye az összes filmben a férfi az harcol. Ami valamire való férfi, az mind harcol. Ugye nem egy ilyen tejbetök, hanem harcol. Na most ezt a harcos férfit, ezt szeretnék a férfiak, a fiatalok utánozni. De sehol nem engedik neki, hogy harcoljon. Kell neki egy kis forradalom, vagy valami. Hát az öregek már legalább dobálhattak benzines üveget. Mi még azt se dobálhatunk. Tehát kell neki egy kis forradalom. Na, egyszerűen a férfiak akarnának lenni. Az anyák meg minden létezhetőt megtesznek, hogy nehogy férfi legyen belőle. Hát nem is lesz. Még 40 éves korában nem tud föltenni egy teát olyan hülye. Mert nem meri meggyújtani a gázt, amit szoktunk mondani. És tényleg nem meri. Azt hiszed, hogy nem meri meggyújtani. Nagyon sok. Na, tehát vissza a negatív időhöz. Itt még nem negatív az idő, miért? Mert akkor az kiterjedése, mint amelyik megy. Még a kiterjedési, a forrás mozgási sebessége még nem lépi át a terjedés, a,
a terjedésnek a sebességét. Tehát ő valamilyen sebességgel kiterjed. A kiterjedésnek a sebessége az lesz majd a fénysebességnek is az alapja. Tehát nem a fénysebességből ered ez, hanem fordítva, majd ebből a kiterjedésből, az emanációból fog eredni a fénysebesség. Én E-nek neveztem annak idején a teremtés üzenetében. E, emanáció, vagy expand angolul. Tehát kiterjedés, expanzió. Ez a lényege, hogy ez expandál. Ez a kiáradás a vallási könyvekből. Az ugyanaz. Nem más, hanem hogy kiárad. Ugye a kiárad, és ezt persze nagyon félreértik. Összekeverik a folyók kiáradásával, meg a vizek kiáradásával, meg a mert tudom én. Mert ez a vizek kiáradása, csak nem a H2O. Na ott kezdődik a probléma, hogy ez nem a hidrogén és az oxigén vegyülete, hanem az időnek a kiáradása. Ezt teljesen összekeverték az avatatlanok. Tessék, parancsolj! Az idő kiáradásán végülis az a szándék, a megnyilvánulása, ami a megnyilvánulást egyete elkezdheti ahhoz a szőnyeget, vagy a hátteret? Talán még nem szándék. Ezek törvényszerűségek alapján történnek, tehát maga a kiáradás is. A meg nem nyilvánult az még egy toroid. Az még egy toroid, egy önmagában áramló kis toroidocska. Egy parányi, nagyon-nagyon parányi, az atomoknál is sokkal-sokkal-sokkal kisebb toroidocska. És az a nagyon érdekes, nem véletlenül mutogattam olyan sokszor azt a delfines filmet, hogy a delfinek ilyen kis, mint csináltuk a cigarettafüsttel, ilyen karikákat fújtunk, aki bagozott, azt tudja. Kerek szajat kellett vele csinálni, így, és akkor tudtál vele egy ilyen gyönyörű szép füstkarikát csinálni. Ugyanilyeneket a delfinek csinálnak játékból, és játszadoznak vele. Mennek a víz alatt. És az a nagyon érdekes, hogy ez a hülye kis örvényecske, kis légörvényecske nem tudja a fizikát. Mert vízszintesen megy a vízbe. Egy kis karika, levegő örvényecske. Gerettet tudta a fizikát, ha örvényet. Igen. Így ment, az nem így ment. Az úgy van. Nem tudja a fizikát, mert ugye a könnyebb fajsúlyú levegő nem akar fölmenni a felszínre, hanem szépen vízszintesen megy a víz alatt, mert ez az örvény sokkal, de sokkal erősebb, mert összecseng a teremtővel, a teremtőnek az áramlásával cseng össze. Tehát ez már térenergiát ad, a delfin többet tud a térenergiáról, mint a fizikusok. Hihetetlen. Az, aki játszik ezzel a kis karikácskával. Megtalálod a YouTube-on, keresgél delfin, mi van, bubble, valamilyen, mi az, buboré, buble, meg dolphin, meg mit tudom, beírod, és akkor... Bubble ring, igen, levegő, buborék gyűrű. Tehát ilyen, beírod, és akkor ettől kezdve megtalálod ezt a delfines dolgot. Azért érdemes megkeresni, mert nagyon látványos és nagyon tündéri. Hogy azt is észreveszi, hogy ez most már meg fog állni, akkor kisebbet csinál belőle, leharapja egy részét, így tik, de nagyon ügyesen kitanulták a delfinek, csak akkor még megy egy darabig. És átbújik, beledugja az orrát, tehát játszik vele, csinál egy ekkora nagy karikát, beledugja az orrát, és megy vele, nézegeti, élvezi. Tessék, parancsa! Egy bizonyos ilyen körmozdulatot csinál, azzal szabja kisebbre. Nagyon érdekes, hogy az... Igen, ezzel a szájával is egy ilyen körmozgatot, igen. Még lök egyet rajta, és ennek valami összefüggés rendszer van, még így is áramlik. Csinálja, akkor kidurran. Pontosan ugyanez az alapelve az Istennek. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Pontosan ugyanez az alapelve. Tehát a delfin az Isten alapelvét tanítja az embereknek, az Isten tanítja a delfinen keresztül persze, és nem értik meg. Tehát látják, tetszik nekik, csak nem értik, hogy mit akar a delfin mondani. Sokkal többet mondott fizikából a delfin, mint az összes fizikus együtt. Tessék, van ezen alapul a beszélő állatoknak, tehát hogy az állatokon keresztül az ő tulajdonságaik a vizsgálatával, tehát az egész teremtett megnyilvános vizsgálatával lehet beszél hozzánk a teremtő. Tehát abszolút így van, a delfinek még emberi beszédet is tudnak. Élő profétákkal, nem az emberünket. Élő profétákkal itt van, mindig itt van. Tehát úgy csúfol meg téged, hogy egy majommal tanít meg. Hogyha egy majom már megértetted, te még mindig nem értetted meg, fiam. Szóval úgy csúfol meg téged,
az Isten, de nem azért, mert bántani akar téged, hanem te olyan méretetlenül lassú vagy, hogy már bosszantod. És akkor egy majommal csináltatja meg, amit te nem tudsz megcsinálni. Mondjuk, amelyik leszed így a számokat, ismeritek azt a izé? Fantasztikus. Ugye? Hogy így lesz, fölvillantanak neki 10 számot. Először is ismeri a majom a számokat. 10-ig így. Így tudja a számot. Mire megláttam, hogy a számot... Mire te meglátná a 3-at, hogy 1-2-3 már leveszik a számot. Ez hibátlanul mind a 10-et mindig leszedi. Sorrendben. Na most ettől kezdve menjél te a francba nagyságoddal, érted? Na, ez, én is próbálkoztam, úgy levert a majom, mint a húzat. Tehát, hogy sokkal jobb a képi memóriája, mint az enyém. Jobb, na hát nincs itt mese, 3-at, ha le tudtam szedni, már nagyon győztesnek képzeltem magam. Ez meg mind a 10-et villámgyorsan lekapkodta. Érted? És ez a fontos benne, hogy fölvillan neki 10 számod, az is megvan a YouTube-on, meg lehet nézni. Tehát meg lehet keresni. Monkey, meg mit tudom, hogy mi van még mellette. No, numbers, vagy tudom, hogy valami ilyesmi. Beírod a keresőbe, meg fogod találni. Tehát azért a YouTube-on, mert hogy ott nagyon sok érdekes, tudományosnak értékelhető film is fönn van, nagyon fontos dolgok a tovább lépéshez. Mondjuk az én filmjem is fönn van, és napi 2000-en nézik ezeket a filmeket, azért az nem kevés. Akkor nem a pusztába kiáltott szó, ez nagyon lényeges, hogy amit elmondunk, én nem vagyok okos, én csak rá tudok mutatni azokra a dolgokra, amik fontosak. Proféták se voltak okosak. Csak az Isten rajtuk keresztül rámutatott dolgokra. Hogy vedd észre már az büdös mindenit annak a tök fejednek, hát vedd már észre. Rámutat, és akkor amikor ráismersz, akkor azt hiszed, hogy okos vagy. Dehogy vagy te okos. Ha hülye vagy, csak nem jöttél rá ennyi ideig akkor. Nekem, engem, amikor megcsináltam a téridőt, megfejtettem, és az isteni tanács elé rendeltek, csak én azt nem tudtam, akkor tudod, mivel fogadtak? Hogy na, azt hittük, hogy már sose jössz rá. De milyen eszközök voltak hozzá, tudod? Tehát körző, vonalzó, még egy jó körzöm sem volt. Tudod? Mert megvettem én a körzőt, de mire már kellett volna, már a körzőt valaki elvitte. Tessék, parancsolj! A két napi 2000 nézik, de azt nem tudjuk ugye hozzárendelni, hogy milyen minőségű az a 2000 ember. Mert van, hogy 10 millióan néznék, de olyan minőségű az összetétel, tehát valószínűleg feltételezi egyébként a téma, hogy ez a 2000 embernek a minősége is magasabb azért a... Magasabb lesz, miután nézi ezeket, az biztos. Meg egyébként is akármilyen alacsonyabb, magasabb lesz, de akik nézik, azok aztán egyre jobban ahogy mennek, mint ahogy ugye Szent Ferenc is, hogy sugározzák ki magukba ezt a... Most volt itt a múltkor nálam, az Assisi Szent Ferenc. Most volt nálam. Nagyon aranyos, nagyon szeretem. Úgyhogy így van ez. Tessék, parancsolj. A Gyuri bács említette valamelyik nem túl régerő adásában, hogy a teremtők már nem csak sodródnak a mezőkben, hanem már akaratlagosan is. Igen, ők már akaratlagosan mozognak. Hát ugye kezdetben sodródnak, mert még nincsenek. Törvény már megvan. Tehát ez a taszítási törvény, a forgási törvény, ezek már megvannak. Az ő létezésükből áradt ki? Az ő létezésükből fakadóan megvannak ezek a törvények, és akkor utána ők még nem tudnak semmit. Na, itt az első teremtésre kell gondolni, nem a mostanira, hanem a leges-leges-legelső teremtésre, ami tényleg a kezdetek kezdete. Tehát ne keverd össze, mert hogy a teremtés ciklikus, és ez már akár ennedik teremtés. De a legelső teremtésnél, ahogy én elmondom, úgy keletkezett, ezt maguk a teremtők mondták el, ők csak tudják. Ez maguk a teremtők, meg is mutatta magát a teremtő, hogy néz ki, nagyon fantasztikus és monumentális és fantasztikus. Megmutatta magát, és elmondta, hogy működik, elmondott minden lényegest. Na most a teremtővel már nagyon nehéz kapcsolatba kerül, az már tényleg a csúcsok csúcsa, oda már nagyon nehéz eljutni. Örülj, még az Istenig is nehéz eljutni, de a teremtőig aztán tényleg nagyon nehéz. Oda kevesen jutottak el, és mégis volt olyan kegyelme, hogy megmutatta nekem, hogy ő milyen, meg hogy fantasztikus. De olyan monumentálisat elképzelni nem tudsz. Fantasztikus. Tessék, parancsolj. Kérdésem ezzel a felvezetés arra irányít, hogy a mostani teremtésünk, amiben mi vagyunk, lehet, hogy nem véletlen, hanem akaratlagos már? Abszolút így van.
Abszolút így van, sőt ebben a teremtésben már bizonyos konzekvenciák, a bizonyos lényeges, nagyon sok konzekvenciát levontak a teremtők, mert hogy nem egy teremtő van, hanem amiről tudunk, abból 10-ről tudunk. Aztán mindig van, aki azt mondja, hogy 11 vagy 12, de azt felejtsd el. Szóval nem szaporodnak hetente vagy naponta a teremtők. A rendszerben berohant teremtők is a teremtői a mi rendszerünknek. Tessék, parancsolj! Amit mi látunk magunk körül megnyilvánulást, annak az az alapvető tulajdonsága, hogy állandóan újra keletkeztet, illetve folytat bizonyos dolgokat, ez az eredője. Igen. És úgy tűnik, mintha a vallások által, ami egyébként elég késői fogalom, a bűn fogalma, az eléggé 3000-4000 éven belüli kitaláció és zsarolási alapnak használják, de ez annak tűnik, mintha ennek ellenére menne valami, tehát alapból megnyilván a dolgot megszünteti, vagy megállítja a keletkezését. És akkor ennek van a különböző, ugye, hogy mit állítok meg, tehát minek a keletkezés? Szabályozott a rendszer. Szabályozott a rendszer magából épülti fel saját magát. Tehát az Isten magából építi a világegyetemet. De nem olyan, hogy egy húsfér Isten, aki levágja a kezét és abból csinál egy mit tudom én lovat. Szóval nem ilyen marhaságokat kell elképzelni, mert ilyeneket képzelnek el körülbelül. Hanem időforrások másolatainak a másolatainak a másolataiból keletkezik. Rettentő sokféle ilyen időfraktál, és ezek az időfraktálok élő rendszerre állnak össze, aztán az élő rendszerek értelmes élő rendszerekké fognak nemesedni. Ez a lényeg az egésznek. És itt a tudás a lényeg. Nem az, hogy te ilyen tested, vagy így néz ki a könyököd, vagy amarra is hajlik, hanem nem ez a lényeg az egésznek. Az emberek így próbálnak gondolkodni, hogyha valakinek csak egy kicsit hegyesebb a fül, az rögtön sátán. Szóval kell egy ellenség. Egyszerűen, de közben egyáltalán nem biztos, hogy az gonosz, de neki nagyon kellett sátán, valaki, aki az ő hibáit majd. Ez a bűnbak képzésnek a speciális esete, az embereknél ez gyakori. De hát nem ettől lesz valami jó vagy rossz, hogy ilyen az orra, meg a füle, meg a szeme, hanem attól, hogy mi van a fejében, a lelkében, milyen tudás van. És ezt a tudást kell nekünk javítani, halmozni, javítani. Az Isten téged azért teremtett, hogy a tudásnak bizonyos szegmenseit te megpróbáld ki. És az a nagyon érdekes, hogy kipróbáljuk ezerszer, és ezer egyszer valami újat kitalálunk benne. És ez az új kitalálása miatt volt annak az ezernek is a halála. De ez nem valami gonoszság, mert az újra olyan méretetlenül szükség van, hogy azért megérte, hogy ennyien belebuktak, mert mit tudom én, nem lehet repülni, az ember nem tud repülni. És akkor kitalál, van egy hülye, aki egy olyan kabátot csinál, amivel repül. Leugrik a szakadékba, kinyitja a kabátot és repül vele, ugye? Vannak ilyen hülyék. És iszonyú sokan neki mentek a sziklának, belehaltak kész, mert ilyen őrültségekbe kezdtek, de megmutatta, hogy lehet így repülni. És az benne a lényeg, hogy ő megmutatta. A többi nem mert neki kezdeni, de volt egyszer egy, aki ezt megmutatta, tessék van csak. Olyan dolog, mint ahogy a népdal és a műzene közötti különbség, a zeneszerzők nagy többsége nagyon hamar rájött, hogy a legnagyobb zeneszerzőknél ő újabbat vagy jobbat nem tud alkotni, hanem mást, de annak felhasználásával, tehát mégiscsak fejlődött valamit. Zalovkovic. Igen. De amit a népdal tud, hogy öt hang segítségével százezres fraktálokat nyit ki, és egyik szebb, mint a másik, na hát az, és nagyon, nagyon egyszerű építőkövekből. Persze, pentaton. Ilyet, ennél följebb nincsen. Tehát ez mindegyik zeneszerző rájön aztán, és aztán vissza is fordul a népdalokhoz, ami nyugaton már nagyon régen kiirtották, ebben mi vagyunk a világ első. De arra mi szólál? Ja, mondom. Nem? De, hát ez a pentaton. Na, azért mondom. És tessék észrevenni, hogy a hárfán van egy olyan pedál, egy pentaton pedálnak is mondhatnánk, amit ha lenyomsz, akkor a hárfa 7 hangra, vagy ezek erre az 5 hangra vált át. Akkor lenyomod, és akkor ez a glisszandókat, amikor csinálja, ez gyönyörű szép ilyen futamokat csinálja, akkor az pentaton tulajdonképpen, és nagyon kellemes hallgatni.
majd a táborba a hárfa művésznők meg fogja neked mutatni, ha jössz a táborba. Fantasztikus. Minden évben szokott mostanában lenni a hárfa, és akkor ott meg fogjuk mutatni. Most megint jó a hárfája, úgyhogy fog nekünk hárfázni. És jön is a táborba. Ez koncert megint? Tessék? Koncert is lesz megint. Mi lesz? Koncert. Koncert is lesz, persze. Mindig szokott koncert lenni.